Szevasztok, lement az egész draft, összes kör, ma csak a harmadikról lesz szó, de már láttam végig. Rendkívül csalódott vagyok, megmondom nektek, csapatoknak a tevékenysége miatt. Mert olyan olykor, mintha kalapból húzogatnák a neveket, hallod, ez elképesztően dühítő, hogy felkelek hónapok óta minden kurva nap reggel, estig nézem a sok rohadt felvételt, az összes mérkőzést, a combine eredményeket, pro day eredményeket kiguglizom, pedig úgy el vannak rejtve, hallod. Akkor akiket nem hívtak meg, All-Star Galán ott voltak, akkor ott mi a fenét csinál? Próbálok valamiféle objektív rangsort összeállítani az összes rohadás pozícióból, és minden rohadt adat szerint egyes játékos jobb, mint a másik, és mégse őt választják ki hamarabb. Őrület, hallod. És most még itt a harmadik körben, ez még itt kevésbé lesz probléma nyilván. De hát ahogy megyünk a vége felé, hát ott mik vannak, hallod? Alig várom, oda érjünk. Szóval ez az egyik bajom, sok fasságot láttam, ugye? És egyébként hát ki lehetne nevetni a csapatot, de hát akkor meg pont nekik szurkolsz, akkor meg majd szólnál, hogy miért csúfolom ki. De hát amikor lesz az értékelés, mert hát lesz nyilván, akkor engem nem fog érdekelni, hogy kit hol választottak ki hanyadik helyen. Azt fogom odaírni mellé, ami szerintem ahol ki kellett volna menni. Aztán így kitartok az állásponton mellett, hogyha valaki ócska, akkor hát ne vigyétek el hamar, meg elviszitek, akkor az baj. Úgyhogy itt szóba kerülnek majd játékosok később, harmadik napon, akik erre nem értek, mit szeretnének tőlük, ugye. És hogy jutottak el arra az álláspontra, hogy ő a legjobb játékos, akit itt meg lehet szerezni. Ő biztosan a legtöbbet hozzá tudja adni, az a másik 300, aki benn van, az meg nem olyan jó. Én nem értem. Nem kellene meglepődni, mert minden évben ez van, de mégis minden évben tudnak lepni, vágod, mert elfelejtődik jövőre, és valószínűleg fölkúrom magam rajta. Most is megtörtént. Ez az egyik, ami miatt ideges vagyok rendkívüli módon. A másik meg az, hogy egy csapat van, amelyiknek meg a minden pikje, végig a hetedik körig hát teli találat, az meg a Colts. Azt fogjátok hinni, hogy elfogult vagyok rettentően, de szerencsére azért dokumentálhatóan zseniket választottunk, úgyhogy az jó volt legalább. De hát vannak, akiknek nem sikerült ilyen jól. Ugyanakkor, még hogyha mondjuk itt a harmadikba, negyedikbe valami baromságot is húznak, utána meg elvisznek ötödikbe, hatodikba olyat, aki meg kiváló lenne. Szóval ezeket majd egybe kell megnézni, de hát egyesével is lehet beszélni róluk. És aztán meg jön az a része, hogy egy hót kalapszar az egész osztály, amit kiválasztik, egyik-másik kiválaszt egyik-másik csapat, aztán meg UDFA-ból hát milyen jókat találnak, ugye? Úgyhogy meg ki lehet egyenlítődni. Lényeg az, hogy adtak témát. Hát az még odébb lesz, az még hétköznapokra marad, itt egyelőre akkor menjünk harmadik körrel értékes, top 100-as játékosok, na nézzük. Chicago kezdi. Zach Pickens, South Carolina defensive tackle. Na hát ez így átértékeli a Dexter választást. Ugye Zach Pickens kiemelkedő atléta, egészen durva, hogy milyen eredményei vannak a salakos pályán, ugye, meg a rövidgatyás edzéseken. Egykori 100 csillagos játékos, szóval ilyen szempontból hasonlít a Dexterre. De ő konkrétan egy rossz defensive tackle volt. Majd megnézzük a combine alapján, hát öreg, neked azért itt meccsenként egy ilyen 15 tekült le kéne nyomni. Ehhez képest lehető legsoványabb centergyerek eltakarítja a rágba. Na hát most itt tartunk, ugye? Pesztrás eredményei nincsenek. Futásnál nulla csávó, szóval. Meccs felvételeken 23 évesen is még egy bábu. De hát hogyha arról van szó, hogy akkor mozogjál labda nélkül, hát abban meg világelit a csávó. Jobb, mint a Dexter egyébként. Atletikusságban, pályán rosszabb nála. Szóval itt tartunk, hát majd azt mondja Zéberfusz, hogy majd ő megjavítja. Keményen ráfekszenek. Kiváló nyersanyagok. Mind a Pickens, mind a Dexter védőfalba ilyen manusokra van szükség. Ami a felépítést illeti, izomzat, mozgékonyság, hát mindenbe tetején vannak. Fotball tudása. Béka seggi alatt. Most kezdesz el játszani? Nagyjából annyit tudsz erről a sportról, mint a Pickens. Úgyhogy ez baj, de ha majd a megfelelő képzéssel ki lehet belőle hozni többet. Ez ilyen upside húzás, amennyiben
az a legfontosabb, ugye, hogy atléta legyen a csávó, hát akkor persze, akkor mehet. Már harmadik körbe? Hát figyelj, már másodikban is olyat választottak. Kezdőcsapatban nem szívesen állított be. Mert jön a tizedéves veterán, aztán hát kicsivel jobban helyezkedik. Na de mindegy, képzés. Chicagónak idén kell nyerni? Hát nem a harmadik körös DT dönti el, ugye, hogy nyernek vagy nem. Szóval ez felemás választás. Felvételek alapján soha az életedben nem akarnád, hogy nálad játszon. Kombány alapján első körbe vinnéd. Na hát akkor itt 1, meg 7, ugye ezek alapján, hát akkor valahova középre. Úgy kijön a Pickens. 3/2, Philadelphia. Tyler Steen lett a választott, Alabamában volt left tackle, előtt a Vanderbiltben. Rövid a karja, tehát akkor guard. Én rá, mint csere, támadó faljátékos tekintettem. Olvastam, hogy van némi hype-ja, de én nem igazán mentem vele. Nem volt egy domináns játékos. Mennyire elvárás, domináljál az NCAA-ben? Hát azért nem lenne rossz, ugye? De ő egy ilyen szolid, korrekt kezdő. Vékony a törzse, egyébként, amit rövid a karja, de hát az alsó teste az még indokolatlanul nagy. Szóval ilyen furán néz ki a csávó. De hát mindegy, ilyen Eiffel torony felépítése van. Jobb oldali guard pozíció az, ami aránylag nyitott az Eaglesnél, oda lehetett versenyezni, hogy Seumalónak a távozása után vannak esélyesebbek a Steennél, de egy alapvetően rutinos, akár több posztos csere, de hát én a tekülnek nem gondolnám, hogy ő csere lenne ugye ezzel a felépítéssel. Hát konkrétan ugye a Mailata mögé kétszer be tudna állni méretre, aztán még mindig nem vennék észre, hogy ott van. Szóval egy gárt csere, annak most miért ne, igazából sokkal harcedzettebbek nincsenek. Van, aki lát benne atletikussága miatt kezdő potenciált. Jó, hát lehet próbálkozni. Eaglesről van szó, de a kezdőben van nehezen hozó játékost. Szóval falba mélység, jó, menjen. Én nekem nem az jött le róla, hogy ő egy leendő kezdőjátékos lenne a felvételek alapján. És hogy kiragadták a Vanderbiltből Alabamába, azt vártam volna, hogy akkor a erősebb közegben akkor itt szintlépés lesz a produkciójában, de hát nagyjából ugyanazt hozta le. De ellenfelek nem változtak nagyon. Keleti vagy nyugati csoport, ugye. Szóval, hogy ez egy nincs bajom, hát most mit csinál az Eagles, hát nem mindegy, már kész a csapat. Utána megint ők jöttek, Arizonával volt egy csere. Itt egy ponton már abba hagytam a cseréknek az írását. Hogyha valami jövő évit bedobnak, akkor azt azért feltüntetem, de olyan meg talán nem volt. Hogy a harmadik meg az ötödik körüket odaadták az Arizonának a philadelphiaiak. Sidney Brownért. Kártnak lecsere, győzés nyilván. Sidney Brown, Illinois safety. Amikor kiment az adás a safetykről, talán szó szerint azt mondtam, hogy a Marcus Epps-re hasonlít, aki meg pont távozott az Eaglesből. Tehát ő egy eszetlen verő ember, amennyiben a secondaryt nézzük. Aránylag kis feladatokat lehet rábízni, hogy ne kóricáljon el a helyéről, de egyébként meg a fizikalitása, hát az az egekben van, megy neki mindenkinek, ha kell, ha nem, olykor csapattársának. Úgyhogy ez a... Erre szokták mondani, hogy hangadója a csapatnak, mert öltözői vezér, ugye, nem sajnálja magát. Atletikussági teszteken kiemelkedően teljesített. Szóval egy ilyen nagyon kis részét a pályának rábízod, előrefele védekezzél, jön a futó, ütközöl vele, mindent beleadsz, káóra rámegy, látványos dolog, kevésbé fontos. De egyébként itt teljesen a helyén van, tehát itt a safety-k közül, hát valakit gondoltam, hogy az Eagles majd elvisz, és hát Sidney az a tipikus strong safety, ugyan játszott hátul, de hát egy fél pályán itt nem bíznék rá területben. Inkább mennyibe a boxba harcolni. Tehát amit a Marcus Epps csinált, hogy a defense 11. legjobb játékosa, hát azt a Sidney is meg tudja csinálni, talán még jobban is, mint a Marcus Epps. Úgyhogy itt a helyén van. Felcserével, szóval hát maximális bizalom megvan, Brown. Menjen akkor. Minden egyes szerelésnél majd úgy fog ugrálni, mint hogy megnyerték volna a gyűrűt. Denver 3/4, Drew Sanders linebacker. Kezdenek fogyni itt akkor a
gyenge klassz játékosai, ugye safety is gyenge, linebacker is gyenge, hát a harmadik körben már nem lehet hova várni tovább, és akkor itt elkezdenek fogyni, nagyjából a helyükön vannak. Drew Sanders Alabama-ban edge játékos volt, Arkansas-ban off-ball linebacker, azt akar játszani inkább, Denverbe szituációs résztvevőnek gondolom, Sean Payton csapatában, New Orleans Saints-ben, korábban náluk volt, előfordulnak ilyen hátterű gyerekek. Caden Ellis bevált, bár eléggé sokára, aki ott edge játékos volt Idaho-ban, itt profi szinten akartak belőle egy ilyen blitzelő linebackert. Zach Baun edge játékos volt Wisconsinban, profi szinten nulla lett. Na most a Drew Sandersnek ezek a kifutásai gondolom, tehát benne van az, hogy semmire kellő Zach Baun lesz. Az ott kellemetlen, ugye? Mert Denvernek nem sok pikje van, de azért tehetségesebb, talán jobb adottságai vannak, mint a Baunnak, bár kevesebb eredménye volt egyetemi szinten, igaz, hogy nem az edge-ben játszott olyan sokat, felépítése kiváló, jobban hasonlít az Ellisre. De ha csak annyit kapsz harmadik körből, amit a Caden Ellis csinál, az nem valami sok, tehát még annál is egy kicsivel jobb verzió lenne, annak lehetne örülni. Ugye Sean Payton támadó edző, de hát mégis azért meghatározza, nem tudom, hogy ez véletlene, hogy ennyire nyilvánvalóan támogatja, hogy ezt a fajta csávót, ezt jó lenne megszerezni, és majd a defense koordinátor beinstallálja a csapatba. De hát kérdéses, hogy mennyi játékidőt kap egy ilyen szituációs ember, aránylag alacsony impact, ugye, hogyha kevés snappet van a pályán, de lehet, hogy ez egész csak humbug, és valójában tradicionális off-ball linebackert fog játszani, és beleszarnak, hogy neki egy háttere van. Még az is elképzelhető. Jó magas, karja nem olyan hosszú. Azt mondták, hogy kombájnon nem edzett, de majd a prodéjén bedurran, annyira azért nem durrant be a prodéjén. Tehát azért voltak ott átlagos eredmények. Nyilván ekkora testet azért nehezebb mozgatni, mint a hat láb magas linebackerekét, szóval azt azért bele kell kalkulálni. Meg hát aránylag fiatal a poszton, tehát egy éves rutinja van, mint off-ball linebacker. Ez azt jelenti, hogy fejlődőképes, igen, azt jelenti, de még jobban azt jelenti, hogy nem pályakész, mert fogalma sincs akkor, hogy mi történjen, aztán rátermett offenzív koordinátor az beviszi az erdőbe, ahogy ez megtörtént a Simmonsnál is Arizonában. De hát, hogyha nagyon jól reagál a képzésre, gyorsan felveszi a ritmust, aztán azt látod edzésen, hogy hát a Sanders nem lehet megvezetni, akkor bemehet a pályára is akár. Szóval egy potenciális kezdőjátékos, amennyiben a Denver linebackereit nézem, akár most, akár a korábbi évekből, hát olyan hű, de magasra taksált háttérrel nem sokan érkeztek meg, akik ott fenn voltak a pályán, úgyhogy a Sanders ilyen szempontból még előttük is tart. Jó meglátás, 3/4 értéket képvisel. Detroit, hát itt aztán mekkora érték. Hendon Hooker, quarterback, harmadik körös quarterback, az hát még nagyobb érték, mint a második körös, ugye, mert még olcsóbb. De amit elmondtam a Will Levisre a második körben, az itt szintén igaz. Harmadik körös irányítóval nem tudsz veszíteni, ugye, mert mi van, ha nem jön be? Semmi. Tovább lépsz. És hát Hooker sérült momentán, nem fog játszani. Ez Jared Goffnak segít, mert nem izgul Goff. Amikor meglátta, hogy fújna, csak jön a quarterback, hiába telefonáltam. Nem jön, mert elszakadt neki a tércalagja. Hát nagyon sajnálom. Úgyhogy Hooker egy évig még padozás se, hanem akkor külső segítség lesz, és akkor jövőre megkezdi majd az edzőtábort a csapattal, amikor Goffnak utolsó éve lesz a szerződésében. Detroitnál úgy kalkulálnak, hogy hát valószínűleg meg lesz idén a Lombardi trófea, szóval nagyon magasan nem lesz irányító húzás. Úgyhogy itt eltemetik a depth chart végébe a Hookert, hogyha előkerül majd egyszer, hogy jaj, igazából te is itt vagy, hát akkor majd megnézik. Izgalmas ezen a ponton, mert egy scrambler játékos, szeret rohangálni a labdával. Virginia Tech-ben erre több alkalma volt, Tennessee-ben inkább már csak dobálgatott. És hogyha valaki tud a lábával menni, az a quarterback poszton ugye hát eléggé magas alapot ad. Lásd még a mi Antoninkat, az annyira nem veszélyes Hooker felépítésben, de eredményességben
ott van a szeren, tehát az egyik legtöbbet szaladgáló játékos volt. Karerőssége kiváló, de aránylag idős, ugye, és hát kedvezett neki a rendszer Tennessee-ben. Ismerjük a problémakört. Van, ahol hype-olták első körbe, hogy majd ott felcserélnek érte meg ez meg az. Eléggé elmebeteg ötletnek hangzott annak idején néhány napja, hogy egy sérült öreg irányítóért, aki hát rendszer quarterbacknek néz ki, majd felcserélnek első körbe, mondta, hogy ne. De hát végül is itt, harmadik körbe, itt tökéletes helyen van. Ugye Lionsnál nincs nyomás, ugye, hogy be kellene menni a pályára, mert ott megvan az ember. És fejleszgetni nem nagyon tudják Hookert, mert nem tud edzeni. Szóval akárhova került volna, ugyanúgy nem tud edzeni, de itt legalább van némi esély rá, hogy türelmesen megvárják, hogy felépüljön. Fontos Detroitban ugye hozzáállás, úgyhogy ha megígérik neki, hogy kap esélyt, akkor úgyis kap esélyt, ugye, hát ott azért kimondott szónak van ereje. Jó húzás Detroit Lions része, hát ők annyira megvannak, már az első körben luxusra rámentek, ugye Gibbs-el, szóval a harmadikban már még nagyobb luxus. Jajjön valami quarterback. Aztán, hogyha 2024-es preszezonban majd fölír 500 yardot, akkor elgondolkodnak rajta, hogy esetleg megnézzék, de hogyha nem, akkor sincs semmi. Úgyhogy ez egy ingyen lottószelvény a Lionsnak, nagyon jó húzás, mert Hooker után óriási a szakadék a quarterbackek között. Már Levis után is nagy volt a szakadék, aztán a Hooker egymagában megint szakadék. Úgyhogy itt ez, hogy őt elvitték ezzel, gondolom sokan elszomorodtak a többi csapat közül. Houston, hatodik választó, harmadik körben, maradtak a helyi fiúnál, Tank Dell. Amellett, hogy azért nagyon kicsi helyen elfér, egyik legkisebb helyen, még ráadásul hát tud otthon lakni, úgyhogy nem kell neki még kérót sem vásárolni. Tengdel egy villámléptű játékos, 165 font, ugye, tehát az elkapók közül a legkisebb. A képen, amit kiraktam a törpökről, ő volt törpicúr, szóval mindenki közül a legkisebb, de mindenben egy jó játékos. Elkapó poszton, amit el tudsz képzelni, mindenben kiemelkedő a csávó. Annak ellenére, hogy sovánka eléggé. Mert hát vannak ezek az elvárható tradicionális dolgok, hogy ezért hát mennyi, mint a szélvész, az megvan. Irányváltásai lefoghatatlan nyilván, end around-ból megkerüli a defense-t. Ezt mind tudjuk, mind elvárjuk. Slotban mutatod magad, persze, beférsz az apró területre. Tehát innen indulunk, tehát ha ez nincs meg, akkor hát mit akarnál? Tehát ez megvan neki, az a durva az ő esetében, hogy ő ezeken kívül még a tradicionális szélső elkapó pozíciókban, feladatkörökben is egész jó volt. Aminek nincs értelme nyilván. Tehát olykor ő kiállt a szélre, aztán gyertek, hát akkor megfutom itt a szélén, elém jön valami, akkor fizikálisan felveszi a versenyt. Felmegy a labda a levegőbe, átugorja a védőt, leszedi ő. Tehát ezek azok a dolgok, amit nem tudunk elképzelni, hogy ezt majd megcsinálja, nem tudom, Julius Brandt ellen, hogy akkor gyere, akkor ugorjál, és akkor idáig bírsz ugrani, meg leszedi a feje fölött. Szóval ezt azért nehéz átültetni az NFL szintjére, egész egyszerűen a fizikai limitáció miatt, de eddig ő megcsinálta egyetemi szinten, fölé magasodott a konkurenciának. És ez azért fontos, mert a többiek, akik ilyen több slick, 180 font körül vagy az alatt, ők azért már eddig is eléggé sematikusan limitáltak voltak, meg feladatkört keveset lehetett rájuk bízni, de erre bármit rábíztál. És nyilván eddig is 50-67%-ban a slot helyén dolgozott, valószínűleg ez lesz a helye profi szinten is, hogyha a meccsit nem tudják beépíteni, mert ugye a meccs is a slotba akarna majd menni. De lényeg az, hogy itt van egy csávó, aki eddig, akármire megkérték, felül teljesítette az elvárásokat sokkal. Harmadik körben megtalálható, ott boldogan viszed. Amit elmondtam az elkapós adásban, hogy itt ez a második körbe beírt sovány gyerekek, hát muszájból vannak oda beírva, mert nincs más. De hát, hogyha valaki harmadikban viszi, az ott értéket képvisel, úgyhogy a Texans ezt jól belátta, hogyha őt vitték volna Juice Scruggs helyett a másodiknak a tetején, akkor ott is dicséret járt volna
És ha itt vitték volna Juice Cruxot, akkor meg szidás járt volna, mert a csávokán nem tud blokkolni közben center. De hát a Dell-lel sok mindent jóvá tettek, ugye. Jó, hát mondjuk, hogy a nyomás lesz a Stroudon, akkor hiába üres a Dell, de az mindegy. Ez egy jó választás itt. 7. Las Vegas, Byron Young, Alabama defensive tackle. Két Byron Young közül, belső védőfalva. Ő egy gyenge atléta, de erős focista. Remek fickó. Hozzáállása az kiváló. Futás ellen alig lehet megmozdítani. Pedig nincs 300 font se, és halad, masszívabban áll a futás ellen, mint a 310-15-20 fontos gyereké. Ami egyébként viccesen néz ki, de így van. Tehát őt azért marha nehéz megmozdítani. Úgyhogy egy limitált nyilván elsősorban erre lehet használni. Azt mondtam el nála a defensive tackle adásban, hogy a Commanders által választott tavalyi második körösnél jobb játékos. Hogy hívták a Commandersbe tavalyi második köröst? Nem jut eszembe, szintén Alabamából. Szóval Young arra, amit kérsz tőle, majd aránylag kevés snappen egy szezonban, de abban nagyon jó lesz. Kiváló mentalitású, beszarásban nem adsz hozzá sokat, hiába próbálkozik, hiába lelkes, egész egyszerűen, ha nincs meg az első lépésját, akkor ott vége van. De hogyha megfelelően használod, azt várod el tőle, amit kell, akkor abban ő kiváló lehet. Szóval a Raiders összehozott volna egy ilyen kemény, kékgalléros bagást, mint a Mayer, Byron Young, első körben Venness, hát akkor azt mondtad volna egy fogcsikorgatás, csak hát a Venness helyett a Tyree Wilson-t vitték, ugye. De hát mindegy. Nem ő jött, jóvá teszik itt az öltözőben, egy Byron Youngot sokkal inkább el tudok képzelni egy Josh McDaniels csapatba, ahol nincs visszaugatás, ahol harc van, érted? És ott egy igen jó katonának számít. Szükség van rá. Tavaly választották a rengeteg nevet el fogok felejteni. Az LSU defensive tackle-t tavaly, aki nem nagyon tud mozogni. Hát nála a Young szerintem egyébként hasznosabb, mert nagyobb területet fed le, és hát a méretéhez képest meg sokkal masszívabb a futás ellen. Úgyhogy ez egy jó meglátás, nem túl látványos, ugye, de hát már nem itt kell nyerni. És hát amilyen ócska volt a Raidersnek a mélysége a DT poszton, nem igazán tudtak beépíteni még fiatalokat, ugye tavaly jött a Butler is, másfajta, mert ő elsősorban pass rusher specialista, kell bővíteni, úgyhogy ez egy jó meglátás teljesen. New Orleans, 8. Kendre Miller, TCU. Na hát ezt nem értem konkrétan. Hogy őt most miért kellett? Beszéljünk róla, hogy annyira kihagyhatatlan immár. Hány labdát fog kapni a Kendre Miller? Vagy van az Alvinka nevű, nem tudom, hogy az megvan-e, az a csávó. Lehet, hogy eltiltják, ugye, mert még nem tisztázódott a verekedés a Pro Bowl után. Jó. Hány meccsre tiltják el? 5? 6? 8? És ott van ugye Jamal Williams, aki hát, terhelhető, azt látszolott Detroitban, de akkor most hoztak rá egy futót, ennyire jó áll a New Orleans. Na jó, hát hozzanak egy futót, hát ha eltiltják a kamerát, hát akkor eltiltják, de valakinek kell futni, de hát arra azért általában a később is talán embert, nem? Vagy jövőre elengedik őt? Hát akkor majd könnyen pótolja Kendré. Óha! Szóval New Orleansról azt lehet tudni draftolásnál, hogy hát mindig hiányposztra. Első két körben megtörtént, harmadikban már akkor luxus. Ezt nem értem, hallod. Kendré amúgy a TCU-ba volt futójátékos, nem hívták, nem tesztelt a Combine-on, talán sérülés miatt. Prodéjén se tesztelt, mert rejtegetsz valamit. Végülis igaza lett. Én ezt felrottam neki, 5. körbe írtam, de hát most mindegy. Hogyha öreg, ha nem tesztelsz, akkor az nekem gyanús, hogy nem lenne valami jó az eredmény. De hát igaza lett, mert nem rontott a megítélésén. Sok labdát adtak neki a TCU-nál, nyert a csapat. Hát ha vezetnek, akkor még több labdát adnak neki. Nagyjából kihasználta. Amikor a Zach Evans náluk játszott, ugye tavaly előtt, nekem jobban tetszett a Zach Evans, megmondom neked, aztán 500. körbe vitték el, mert bolond. Szóval ilyen szempontból megértem, mert a Kendré fiatal,
és nincs elhasználva, és egy jó mentalitású csávónak néz ki. Na de hát, ez itt New Orleans, tehát tényleg úgy állunk már, hogy annyira közel van a bajnoki címcsoport elsőség, hogy akkor hát egy pár meccsre kellene valaki. Csak érted, a kamarának egyszer lejár az eltiltása, az a szomorú hírem, és akkor meg hát csak visszaküldeném a pályára. Meg akkor Jamal, meg akkor kikerül, akkor minek adtál neki pénzt? Szóval ez így fura dolog, hogy itt ötödik futó, aki kiment, és hát a New Orleans közte van, akit kiválasztottak. Vagy a Kendre Miller az ő válaszuk a Bijan Robinsonra. Hát ez egy csattanos válasz lesz. Nem tetszett ez a húzás. Később jóvá kellene tenni. A Foszki se tetszett az előzőekben. Arizona. Garrett Williams. Syracuse cornerback. Hát neki elszakadt a tércalagja. Szintén. Nem az első, ugye? Úgyhogy nem fog játszani idén semennyit. Csak úgy, mint a Hooker. Csak hát itt quarterback poszton azért pátyolgatják az embert, a cornerbacket azért nehezebben pátyolgatják. De ez egy kiváló landolási hely Garrett Williamsnek. Én valahol a világ végére írtam be 6. körbe, de nem azért, mert rossz játékos lenne, hanem mert sérült. És hát olyan cornerback, aki egy év minusszal érkezik meg, azoknak nem szokott jól elsülni a karrierje. Úgyhogy emiatt én nem siettem volna a választásával, de a tehetsége alapján itt teljesen jó. 3 per 9, nincs vele bajom. És az, hogy elviszik 3. körbe, az valamelyest azért adja bizalmat. Tehát bele tudom látni, hogy megvárjunk Gerett, hogy akkor te jól legyél, hogy ez az Arizona idén nem akar olyan sokat nyerni. Bár hát meg akarják nyerni a gyűrűt, de hát Kyler Murray nélkül nyilván nincsenek a nagy reményei. Tehát ők ezt az évet ezt elpantolják úgy, ahogy van. És így pedig Garrett Williamsnek tökéletes beszállási pont lesz 2024. Az edző marad, tehát az fontos, hogy ledraftolják, kihagyja a szezont, IR-en marad végig, de ugyanahoz a stábhoz fog megérkezni az első edzőtáborára, aki kiválasztotta. Egy ösztönös játékos látszott a Syracuse meccseken, hogy van érzéke a futballhoz, jól helyezkedik, de nem valami gyors, nem valami fürge. És hogyha olyan játékos jött szembe, aki hát aránylag képzetlen elkapó, de sebessége megvan, akkor izzadt a legjobban. És hát ilyen szempontból meg valamelyest kedvezett neki, hogy a kombányra nem tudott részt venni, mert nem derült ki, hogy lassú, de hát én azért ott izgultam volna, hogy az alsó harmadban van, ami a fordulékonyságot és a sebességet illeti, de hát egy ilyen zónázó cornernek még elmenne, annyira nem is nagy darab, hogy a fizikumban felvegye a versenyt a kezdőkkel, de Arizonában azért nem tapossák le egymást a kezdő corner posztért, úgyhogy ha jövőre kezd eljátszani és jelent majd konkurenciát, akkor az is nagyon jó, de hát azért féltem, hogy tércsérülés után még visszaesik kicsit a mozgékonysága, fizikuman ki tudja, hogy milyen lesz. Nyilván egy teljes felkészülése, hogyha januártól elkezd edzeni, akkor azért már meg lesz az izomzata, amit vissza tud nyerni, ha akár még rá is építeni, de nyilván lesz meccs hiánya. De hát a felvétel alapján a meccseken ő jól játszott. Annak idején a Melifonwu volt a Syracuse-ban másik corner, akit elvittek aránylag korán, 2020-as évben. Garrett Williams akkor volt freshman, és jobb játékos volt nála. Top 100-as Melifonwunál, de hát ő nyilván elit atlétának számított, semmi nem lett belőle Detroitban egyébként, már nem is nagyon lesz. Hoztak helyette mást. Szóval Garrett Williamsnek szurkolok, hogy beváljon, meggyógyuljon, és akkor ez itt egy csodálatos történetnek a kezdete. 10. Giants, Jalin Hyatt. Itt van akkor a díjnyertes, elkapó, legjobb wide receivernek választották, kicsit kamu díjnak hangzott nekem. A tavaly előtti Edisont meg elvitték első körbe, szóval ilyen szempontból hát igazolta a világ, amit gondoltam, hogy azért Hyattnek ez a díj, ez kicsit túlzás volt, de tény az Alabamának bevert 5 touchdownt, ezért valami díjat kell adni, öreg. És rendszerjátékos, de hova érkezik? Brian Daboll. Daboll, mester, sematizáljon maga üresre. Magadtól nem tudod üresre játszani magad, Hyatt? Hát nem igazán, jó? De hogyha megrajzolja, mester, én oda megyek. Na hát, hogyha lehet választani, akkor ide Kafka bátyáddal majd összedolgoztok. Meg lesz a hely.
megtalálod majd, hogy hova lehet menni, és akkor nagy füves részen meg majd integetsz. Oda dobja neked a Dr. Jones. Hatalmas értéknek gondolom itt a harmadik körben. Ahogy a Dell, úgy a Hyatt is. És a Hyatt még kicsivel nagyobb. Mondjuk totál gadget játékosnak nézett ki a Tennessee-be, de mindegy. Előtte, amikor szar volt a rendszer, akkor nem sokat tett hozzá. Szélső wide receiver, szóval sovány, de indult a szélről. A Giantsnél ez fontos elmondani, mert vannak 10, akik a slot helyére beállíthatók. Amúgy a Hyatt is beállítható, hogyha arról van szó. Tehát ilyen vetésforgószerűen akkor akár meg lehet őket próbálni. De hát ő inkább az a szélső wide receiver, aki próbál bekerülni a defense háta mögé. Nyilván fizikálisan elnyomható, de hát hogyha működik a rendszer, akkor bíznak benne, hogy kihasználja majd a sebességét. Annyira nem volt kiemelkedő a mért ideje, de a pályán hát, villámcsapásnak látszik a gyerek, és egyébként meg a labda érzéke sem rossz. Tehát a labda, vagy a pálya távoli pontján, hogyha megy felé a labda, akkor az nagy esélye hozzákerül, nem pedig nyomozza, meg nézeget jobbra-balra, hogy hol van már labda. Úgyhogy ez így fontos kombináció az ő esetében. Nyilván, hogyha lesz belőle egy ilyen Will Fuller jellegű játékos, akkor az rendkívül hasznos tud lenni. Lesz belőle egy Darnell Mooney, aztán még a line of scrimmage-hez közelebb is bizalommal kezébe adják a labdát, akkor meg már steel kategória. Azokat az álmokat elengedném, hogy az új Deshaun Jackson lesz, ugye, mert olyan nincs még egy, hiába próbálkozna. De hát itt a Giantsnél eljutottunk oda, hogy lement a holt szezonnak a nagy része, és a tavalyi kinevetett elkapó sorból egy-kettő maradt, és alapvetően elég jól dúsították a mezőnyt, úgyhogy most egy kialakult a depth chart, nem nagyon kell aggódni, nem feltétlen lehet most már ilyen szempontból felmentést adni a Danielnek, hogyha rosszul dobna. Úgyhogy Hyattnek a beépítése miatt én sok helyen aggódtam volna, hogy ebből mi lesz. A Giantsnél nem aggódok. Ott azért rátermett manusok vannak, hogyha ilyen limitált útvonal fára küldöd rá, azzal ő úgy elboldoguljon. Ha elvitted volna korán, akkor azért elvárjuk, hogy azért fusson meg mindent az útvonalak közül. Harmadik köröstől, tizedik helyen, hát nem várom el, hogy mindent tudjon a csávó. Azt várom, hogy egy-két dologban jó legyen, és az hozzáadjon a csapathoz. Azt megadja Hyatt. Cleveland, újabb elkapó, Cedric Tillman. Ó, végre! Másodikba se sajnáltam volna. Ez egy igen bitang húzás a Clevelandtől. Imádtam Tillmannek 2021-es mérkőzéseit, 22-ben meg lesérült. Úgyhogy játszott sérülten, de hát az mit számít, nem igazán. Tisztán második számú elkapó ebben a csapatban Amari Cooper után. Tehát, hogyha holnap meccs van, Tillman azonnal második számú. Abban, amit ő tud. Nagyon-nagyon durranhat szerintem. És hát el tudom képzelni, hogy szuper nagy név Amari Coopernél egyes meccseken Tillman jobban fog szerepelni. Mert fizikai felépítése az álomszerű, szélső elkapó, és hát olykor megmutatta, hogy ezt azért tudja használni is. Egészen kiemelkedő mérkőzéseket rakott egyiket a másik után 2021 év második felében, tehát ott konkrétan nem tudott hibázni lassan. És hát nyilván ez úgy indul, hát nyilván Cooper, hát ő lesz az első számú itt, de olyan, mint a Denver Broncosnál 2007-ben, amikor Javon Walker volt ugye hát egyértelmű szélső szupersztár, aztán a Brandon Marshall hirtelen így megelőzte a semmiből, ezt látom a Cedric Tillmanben is. És hát egyértelműen jobb prospektnek gondoltam a Hyattnél, hát most egy hely különbséggel mentek el, de mást kérnek tőle nyilván. Tehát Tillmantől elkérik az összes útvonalat, amit meg lehet futni, messzire nem olyan gyors. De hát arra van Clevelandben ember elég, jaj, mondjuk a labdát nem bírják megfogni. De hát ezzel a felállással, amivel bír a Browns, két szélen megvannak a bástyák, slot receiverből, ilyen mozgékony ugróegérből, és fú, hát vannak rengetegen, ugye Elijah Moore jött, Jakeem Grant, Bodegas Tyreek felépült, és akkor még, hát azt nem is mondtam, Stefa beküld 5 tight endet. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jól kiegészíti az eddigi létszámot, és hát ritkaság számba megy nagy testű wide receiver ezen a drafton. Tillmanben én
Rengeteget látok, megmondom neked. Úgyhogy az egyik legnagyobb steal lehet szerintem itt a harmadik körben, amennyiben a Brownsnál esetleg lesz egy használható quarterback teljesítmény. Hát azt mondják, hogy elvileg alkalmas rá ez a Dishon nevű. Régen volt olyan, hogy el tudott találni ilyen nagy darab manust. Tehát ami a fejünkben él kép, ilyen domináns szélső elkapóról, akik a liga tetején vannak és dominálják a konkurenciát, Tillman ugyanez volt egyetemi szinten. Amikor tényleg ereje teljében volt, és nem félt sérülten volt a pálya. Szóval nagyot dobott ezzel az értékén, én azt gondolom, a Cleveland. Atlanta nem dobott olyan nagyot Zach Harrisonnal, mert bár egy játékos, Ohio State-ből magasra taksált középiskolás volt, és hát Atlantába kell a pass rush 15 éve, de már mert a Javon Walker, Brandon Marshall idejébe is kellett volna, amikor ellenük játszottak, de hát az Zach Harrison keveset ad. Nagyon darabos a mozgása. Tehát abban ne sokat várjunk tőle. Sajnos a Combine-on is Kombajnon nem vett részt, a Pro Day-en kiderült, hogy hát ő aztán tényleg nem nagyon tud elindulni. De minden másban jó. Azért választották ki harmadik körben, mert ami egyéb területe van a szakmának, és nem peszrás, abban ő kiválóan teljesít. Tehát akkor futásnál nyilván felakadnak benne, nehéz elmozdítani, hosszú karjai vannak rettentően, szóval még kikerülni is borzasztó nehéz a running backnek. De egyébként meg, ha eltalálja a támadó falembert hamarabb, ráteszi a kezét, hát akkor ott vesztettél. És abban, hogy tudja mozgatni nagyjából az ellenfél embereket. Tehát ő egy csapatjátékos, mert megnyitja a területet a fürgébeknek, hogyha jön mögötte Troy Andersen blitzből, hát akkor lehet, hogy kivégzi majd az ellenfelet. De egyébként nem a Harrison lesz az, aki elindul a play, aztán egy lépésből sütj, már ott van a belső karjánál a falembernek, aztán a következő megálló a quarterback, mert neki soha nem lesz szekje. Csak akkor, hogyha eltelik a play, már 15 másodpercre üldözik, aztán egyszer beleakad, tehát nagyjából ez. De hát, régen volt ilyen pozíció, erős oldali defensíven, tehát nem neked kell ott harcolni az irányítóért. Ez nagyjából megszűnik már napjainkban. Aztán hát a pesztrás az minden. Ezért nem lett a Harrison korábban kiválasztva. Itt már, hogyha azt mondják, hogy bővíteni kell a felhozatalt, ám legyen. De hát itt egészen nyilvánvaló, hogy mi a teteje az ő játékának. Még akkor is, hogy aránylag fiatalnak számít. Nem nagyon látom az upside-ot benne. De egy dolgos, munkás játékos. Itt a szélen másnak kell a szekkeket majd megcsinálni. 13. New England, Marty Mapu. Ó, hát nagyon sajnáltam, hogy Mapuról nem tudtam beszélni a prospekt ismertetőknél, mert egyébként rászolgált volna, de ő az első ilyen. Úgyhogy itt mestiről kell indítanom. Mapu sérült volt, tehát nem hívták meg a Combine-ra, ezért kimaradt a névsorból a linebackereknél, hogy az első két adás volt linebacker safety. Linebackereket lemondtam, utána eszembe jutott, hogy Mapuról nem beszéltem, lehet, hogy kéne, de hát majd átrakom a safetykhez. Safetyknél meg elfelejtettem megnézni, hogy kiket nem hívtak meg a kombányra. Tehát ez az én saram teljes mértékben. Mapu 3/13-ra nem reach. Tehát neki itt a helye. Gyenge a safety class, gyenge a linebacker class. Ő mind a kettőben értelmezhető játékos. Olyan, mint a Dagger, ha már New Englandről beszélünk, csak ugye magasabb szinten edződött, mert Dagger Lenoir Ryan, Divizió 2, Mapu az FCS-be játszott, Sacramento State. És ott is ugye ez egyik élcsapatban, vertek meg élvonalbelieket is. 99 novemberi születésű, de hát nem volt olyan sokat a pályán, mert 2020-ban elmaradt a szezon. Ugye az FCS-ben lehetett játszani tavasszal, de Sacramento-ban azt mondták, hogy nem játszanak tavasszal. Úgyhogy egy év úgy, ahogy van, kimaradt a karrierjéből. Hogyha részt tudott volna venni a Combine-on vagy a Pro Day-en, akkor még ennél is korábban szerintem elviszik, de hát így is azért boldog lehetett tőle, ne viccelj, 3/13-ra. 6-3 magas, 216 font, szóval ott az elvárt linebacker mértéknél egy kicsivel kevesebb, de tud ez több lenni, hogyha normálisan tud edzeni, meg készülni, meg gyúrni.
Érted? A Shaquille Leonardnek a méretétől nincs sokkal elmaradva. A safetynek ez meg már túl nagy kategória. De hát ő egy ilyen enforcer szerepkörben akár két poszt között meg tud ragadni, olykor kimenni a slot helyére. Sacramento State-ben overhang linebackert játszott, szóval ott a hosszú hashmarkon védekezett a legtöbbször, amit nevezhetünk slotnak, gyenge oldali linebackernek, strong safetynek, hát amit akarsz. És úgy abban egészen kiemelkedő volt, jól védekezett a tight end ellen, jól védekezett a slot receiver ellen, és egészen brutál veszélyt jelentett a blitzekből. Fizikális játékos, soha nem adja föl, megy, mint a mozambok, és ritkán ront szerelést. Tehát ő egy kiemelkedő játékos volt. Meg is választották a konferencia évvédőjének, hát azért sokat számít, ugye? Olyan háttérrel hát nem lehet tévedni. Sajnálom, hogy nem tudta megmutatni magát, és megmutatni, micsoda tehetségek vannak a másodosztályban, de majd az élvonalban megmutatja. New Englandbe kerül, láttak már sokoldalú játékosokat arrafelé, sokoldalú coverage védő. Lehet, hogy tudunk veled valamit kezdeni, Marty. Úgyhogy nem tudom, mi lesz a posztja, de akárhova állítják, majd valószínűleg az lesz a leginkább nyerő szituáció. Duggerrel, mondom, ide-oda lehet őket pakolgatni. És hogyha egyik playben az egyik van hátrébb, a másikban a másik, nem fog meglepődni. Úgyhogy kiváló, kiváló meglátás. Amennyiben belevettem volna a rangsoromba, akár a safety-k, akár a linebackerek között, mind a kettőnél ott volt volna a ötödik hely környékén. És akkor még jó indulatú voltam. Így, hogy nincsenek adatok a fizikumáról, mármint az atletikusságáról, ez azért zavar nyilván. A végsebessége miatt annyira nem aggódnék, de robbanékonysága az biztos, hogy kiemelkedő. A fordulékonyság lett volna számomra kérdéses, hogy azt hogyan hozza le a többiekhez képest, mert azért voltak rossz eredmények a többieknél. De mindegy. Felvételek önmagukért beszélnek, egészen kiemelkedő játékos volt. Azért egy jó defense-ben, azért voltak körülötte is playmakerek, Ahmad Gardner nevű linebacker például, hát mellett azért könnyű volt jó játszani, mert bitang jó volt. Legalább annyira, mint a Mapu, csak ő nem jött a draftra. De hát mindegy. Szerintem ő be fog válni. Harmadik kör közepén kezdőjátékos vagy hát ilyen aktív, rotációs ember. Az győzés. Utána a Rams kivitte a másik Byron Youngot a Tennesseeből, aki edge játékos. Elmeséltem a történetét a prospect rangsorban, falun lakott, nem hívták sehova, gimnázium után elment 100 forintos boltba. Látta a szórólapot, lehet menni focizni, lement, beválogatták, elvitte a Tennessee, pass rush volt a Tennessee-ben, kiderült marha jó játékos. Az volt a baj, hogy 2021-ben rácsodálkoztak, hogy itt van a gyerek a 100 forintos boltból, aztán jobb pass rusher, mint akárki, itt az ösztöndíjas gyerekek közül. De 2022-re nem fejlődött semmit, és ezért hát valami is megrakadt ez a, megrekedt ez a fejlődés, meg ez a történet, de most a Ramsnél próbálkoznak vele újra. Hát a Ramsben ő kezdő, nem? De ugye, a Ramsben konkrétan nincsenek játékosok, szóval Byron, neked ki kell majd szorítani a... Nem kell senkit kiszorítanod. Kezdő vagy, ha nincsenek embereink. Ja, jó. Itt van egy rendkívül kemény hozzáállású, gyors gyerek, aki mindent megtesz a pályán. Néha nem tudja, hogy mit csináljon, de harcol, mennyire csak bír. Rövid a karja, és öreg. Tehát ez is azért valamelyes limitációt ad. De hát, hogyha kora ugyan öreg, de hát posztot azt nem csinálja olyan régóta, meg hát két évig volt az NCAA-ben, szóval most mire számíthatnánk? Itt majd akkor foglalkoznak vele, de hát nyilván projektjátékos. És hát valamelyest ezzel a rövid karral azért nem lehet várni, hogy berobbanjon valaha az elitbe, de figyelj, lesz belőle egy ilyen James Harrison jellegű ember, akkor azért az úgy el vagy vele. A játék stílusa arra emlékeztet, nyilván a Harrisonnak is kellett egy 6 év, mire bekerült a csapatba, de hát most itt vagyunk, akkor Young megpróbálja. Itt ezen a helyen pass rusherek közül, hát már ezek vannak, ide lőttem be valahol a harmadik körbe, úgyhogy helyén vitte el a Rams.
nehezen tud a Rams rossz helyre húzni, úgyhogy ez is teljesen megfelelő, van út a pályára, tehát ez itt a nyerő dolog, és amennyiben még a rossz alapokra tudna építkezni a Ramsnél, akkor ki tudja, hogy hol van a teteje. De hát pusztán a mentalitása az nagyon jó, atletikus képességei nem rosszak, tehát azért ő is egyenes vonalban elég jól tud menni, pillanat alatt ott van az irányítónál, hogyha meglátja, hogyha át kell jutni az ellenfél játékoson, hát ugye ez ugye érdekesebb dolog, de nagyon mélyen van, nagyon kellemetlen ellenfél, állandóan rágja a fülét az ellenfélnek, nem áll le, úgyhogy egy jól edzhető fiú, lelkesedés az maximálisan megvan, hát ugye Ramsnél, ha folyamatosan ezek jönnek Los Angelesbe. Úgyhogy ez is egy megfelelő húzás, Avila után a Rams az jól dolgozza meg a boardot, akik bent vannak, onnan értékeket húznak le egyelőre. Na, de hát akkor mit mondjak a következőre, Green Bay, Tucker Kraft, South Dakota State, nyulak, hát Musgrave, sírjál öreg, el kell mondanom, hogy második körben nem volt olyan rossz húzás a Musgrave, de most itt az idő, Luke, bújjál el a sarokba, aztán sírjál, mert jön Tucker, aki jobb nálad sokkal, nem? Kevéssel? Hát amennyiben Musgrave csinálta volna egy teljes szezonban azt, amit csinált 4 meccsen, akkor hát persze, akkor te vagy itt a nyerő, de azért Tucker Kraft eléggé hosszú távon csinálta az Elite Tight End játékot, hiába Jack Rabbitsnél. Azt kell tudni róla, nem lehet leszerelni őt. Ez egy aránylag fontos szituáció a Tight Endnél. Rámegy a kisgyerek, eltartja fejénél fogva, belállítja a fűbe. Átlépi, megy tovább. Tehát, hogy fizikálisan a mezőny fölött volt, nyilván. Atletikusságban annyira a mezőny fölött volt, adtak neki tapaszt. Hogy akkor itt van, akkor mennyi vigyed. És akkor elszaladt first down tight endből rendbe. Szóval egészen durva az, hogy mennyivel jobb atléta volt, mint bárki a pályán. Nem volt igazán nagy a tét az ő esetében, mert hát így is úgyis azért a Jack Rabbits meg tudta pontokat csinálni. Szóval azért kedvező volt a környezet itt az utolsó évben, amikor sérült volt. Kihagyott egy csomó meccset, de a playoffba részt vett, meg a szezon elején. A 21-es idényben Oladukon eléggé rossz irányító volt, szóval ott, hogy kiemelkedő volt Kraft, az az igazi eredmény. Hogy amikor vakhangya irányító próbált volna dobni neki, akkor hívta fel magára a figyelmet úgy, hogy vitték volna Texasba is konkrétan, de inkább maradt a másodosztályban, hát micsoda kemény gyerek, ugye? Hű a csapatához. Úgyhogy hát Green Bay-be az ilyen kell. Lejár a szerződése, majd aztán küldik a millió-billió dollárt, jó nekem itt, ugye? A South Dakota-ból származik, úgyhogy nem is hagyta el az államot, most akkor egyen a nagyvárosba beköltözik Green Bay-be. Imádtam nézni minden alkalommal, és akármikor hallottam róla, hogy hát az élvonalban vannak azért jobb tight endek nála, hát hittem is, meg nem is. Szóval Tucker Kraft azt a játékot játsza, mint amit az NFL-ben lévő elit tight endek. Nyilván kisebb mértékben, de lényegében a levédekezhetetlen kategória volt eddig. Most majd akkor tesztelni kell, hogy ezt magasabb szinten is át tudja menteni, de hát át kellene. Blokkolásban többiek előtt jár, Musgrave-nél biztosan jobban blokkol, emiatt féltem, hogy hát az lesz akkor a mondás, hogy hát akkor te inkább így erőből próbálod meg, és kevesebb útvonalra mész, pazarlás lenne, mert sok oldalú mindenben kiemelkedő. Az atletikusságát is megmérték, abban is kiemelkedő. Egyetlen egy dologgal tudsz kötekedni, hogy eddig az FCS-be játszott. Az most elmúlik, innentől az NFL-be fog játszani, úgyhogy ha abban is jó lesz, akkor meg már talán nem kötekedsz tovább. Fura dolog ez Musgrave után, de gondolom annyira tetszett a Green Bay-nek, hogy hát nem tudtak dönteni elsőre, legyen akkor a Musgrave, de mint a fogukat húznák, hogy a Kraft bennmaradt, és még mindig bennmaradt, hát most már azért jöjjön. És nekem ezzel nincs problémám. Ugye ott volt a Reed, mint a slot receiver, két torony közé, de hát, hogyha az van, hogy a Kraft megy be a Big Slot helyére, azzal is nyersz egyébként. Vagy hogyha Musgrave megy be. Úgyhogy love kománk. Van kinek dobni a labdát, ne fossál, nem lehet ráfogni, hogy nincs kinek. Úgyhogy ez jó volt. Packers. Nagyon jó volt. Colts következik. Hát a Colts mindig jókat húz.
Josh Downs érkezett. Slot receiver, North Carolina. Paris Campbell helyett. Josh Downs. Hát Paris Campbell helyett akárki, előrelépésnek élném meg. Azóta már jött veterán is, lehet jött Downs, azért az fontosabb. Jól játszott a North Carolina-nál. Nehezen fenntartható, amilyen erősségei voltak, mert hát egy kis darab gyerek, mégis azért fizikálisan, amikor oda kellett tenni magadat, akkor azért megnyerte azokat a párharcokat itt végzősként. Ugye nem most volt végzős, mindegy, utolsó évében, utolsó előttében még elpöckölték, mint a taknyot, de hát aztán felszívta magát, és az utolsó évére már mindenben előre tudott lépni. Könnyű útvonalakat, hogyha ráhívunk, akkor azon ő azért szerintem enni fog. Tehát kis területen mindig megtalálja majd azt a pici területet, ahol tudja mutatni magát, ahova még befér a labda. Amit a legnagyobbak csináltak ezen a poszton, a Victor Cruz annak idején, vagy a Saint Brown napjainkban, azért annyira nem jó, mint a Saint Brown. De az útvonal az ugyanaz, amit megfut, ezeket kellene. És akkor abban meg majd tudja mozgatni a labdát. Mi azért a szélen meg vagyunk, tehát a test az megvan, elkapó poszton a Pittmannel, meg a Pierce-el, meg a Jelani Woods-szal, ha esetleg előkeveredne. Mo Elit nem mondom. És hogyha emellé még valami izgága azért legyen, arra a Downs teljesen jó. Tehát a Colts azon csapatok közé tartozik, amelyiknek nem baj, hogyha ilyen sovány kis darab gyerek jön elkapni a labdát, mert abból van kevesebb. Ugye ez egy jó meglátás, az egyik utolsó volt, aki itt bennmaradt, itt a második körbe várt több slick közül, úgyhogy ez nagyon jó. Én szerintem majd, amikor jön az eligazításra a rookie edzőtáborba, akkor majd a Brentsnek a nyakába ül, aztán úgy majd még lát is valamit, mint a kisgyerek a vásárba. És akkor majd megmutatjuk, hogy nézd, Josh, akkor lesz a te öltöződ, meg többiek vannak. De a pályán meg hozzá tud adni. És hát nyilván Antonin is múlik majd, hogy azért észreveszi-e, meg majd megtanul-e olvasni, de azért a Downs-nak az útvonalait lesz legkönnyebb olvasni. Ha meg ha véletlenül felül tudja, fent tudja tartani ezt, hogy még a contest labdákkal is lejön, úgyhogy ekkora, mint a kis ujjam, akkor meg nagyon megtapsoljuk, de erre azért nem számítok. Tehát legyen ennyi elég, megcsináltad az egyetemen, nagyon jó, de azért most már alacsonyabb elvárásokkal megyünk, de ahhoz, hogy egy hasznos slot receiver legyen, minden adottsága megvan. Ezzel akkor megint csak közelebb kerülünk hozzá, hogy mozogjon a labda. Meg hát ugye világelit edzőnkkel nyilván könnyű lesz majd együtt dolgozni. Nem nagyon akarom tovább hype-olni, mert hát annyi hype-olni való van a Colts-szal kapcsolatban, hogy meg így sok lesz a végére majd. Carolina, na hát ez a Panthers, de ez durva volt. Panthers kihúzta az eddigi legrosszabb játékost. 3/17-re. Utána még jó néhányat kiválasztanak, és még mindig ő lesz a legrosszabb, DJ Johnson. Hát ezt a csávot én azt mondtam, ez undrafted ez a játékos. Az edge pozícióban. Néha volt tight end is, de amúgy edge-ként jelentkezett a draftra. Most, hogyha mind a kettőt játszan a Frank bátyáimnál, hát még akkor is rettentő reach. Na most azt kell tőle róla tudni, hogy nagyon gyors, előre fele DJ, felépítése se rossz. 40 yardon repesztett, és a fotballmérkőzéseken hatástalan. De ugye nézed az Oregon meccsét, akkor nem veszed őt észre. Könnyű kikapcsolni, könnyű lefektetni a fűre. Ez special teambe, vagy mi? Vagy amúgy kanyarodni annyira nem tud. Nem arról van szó, hogy totál járnó trúli lenne. Bár bemondtam neki, hogy járnó trúli, edzőmenő, workout warrior, de a pro day-en meg annyira azért nem volt jó az a kanyarodás DJ. Szóval ezt most nem értem. A Carolina-ban már van egy játékos a poszton, aki hát nagyon gyors, az Amari Barno, de hát nagyjából ennyi. Most akkor van még egy, aki nagyon gyors előrefelé, és kicsivel nagyobb testű. Visszatájt ennek, vagy mi lesz vele akkor? Hát ez nagyon mellé ment a Panthersnek. Szerintem Johnson alkalmatlan pályára menjen, hogyha nem specialty. Hogyha arra mész, próbáld meg a rúgást blokkolni, hát jó, próbáld. De hát itt azért ennyire kész vannak már. Nem tetszett. A következő körben, vagy azután
meg jóvá teszik, mert utána meg igen jót húz a Panthers, szóval majd tologatni kell ezeket a választásokat, és hogyha megcseréljük, majd hetedik körbe letoljuk a DJ-t, hát akkor na, nem rossz az igazából ott. Csak hát nem ez van. Harmadikba ment ki. Borzasztó, hallod. Rengeteget próbálkozott Edge-ből, nem tudja mit csinál. Nyilván így, hogy tight end is volt, így azért nem kapott csak kizárólag Edge képzést, ebbe lehet belekapaszkodni, amit a Byron Young-nál, Keon White-nál megbeszéltünk, hogy hát projekt Edge játékos, értem, csak hát rettentő öreg, és azért már próbálkozott eredmény nélkül. Tehát neki nincsenek meg azok a villanásai, ami a Keon White-nak megvan, vagy a Ryan Young-nak. Johnsonnak nincs. Úgyhogy ezt most nem tudom megmagyarázni nektek, hogy őt miért kellett ilyen korán elvinni. A bezeg a Tennessee-t, hát ők a Tyjae Spears-el mentek. Top 5-ös futó Tyjae Spears. Jobbnak gondoltam, mint a Millert. Végre egy méltó társ Derrick Henrynek. Mint a villám. Ez a gyerek is elképesztő, hogy minden playből igazából fosnak, hogy hát ez beviszi akárhonnan ez a csávó. És nem úgy, hogy néha hozzáért, hanem hát tömték, mint a gép. Hiába figyelt rá az egész defense Tulane mérkőzésein, akkor is maradt hatékony, akkor is csinálta az explosív playeket. Ezután is fogja, nekem az a tippem, el tudja kérni a kezével, nem a Derrick Henrynek kell passzolni, ezentúl lehet passzolni a Spearsnek. Csak hát ugye a Henry mögött nyilván ilyen kevés játékidőre van kilátás, Spears többet érdemelne ennél. Tudjuk, hogy Derrick Henry soha nem fog kiöregedni, soha nem fog lelassulni. Összébb megy, vagy nem, az se. Szóval, hát Spears szerintem sok helyre tudott volna kerülni, ahol nagyobb játékidő jut neki a tehetsége alapján. Itt kevés jut neki, de hát abban hozni fogja azt, amit megálmodtál. Tehát ilyen második számúnak, hát nem igen vannak jobb futók, ne haragudjál, képességek alapján jobb második számú. Mert ez a gyerek, ez három dámnos. Még beküldeném a tekül közé első és tízre, simán. Nincs vele bajom, hát megcsinálta eddig is. A méreckedés alapján, meg a atletikusság alapján, ez után is kellene tudni. Szóval nem nagyon volt vele baj. Ha már beírom második körbe, mint running back, az azt jelenti, hogy nincs probléma veled. Tulane meccseken játszott, szóval nyilván nem a világ krémje ellen, de hát ott nem győztek el hasalni előtte a testcseleit látva. Ha meg ráakaszkodtak, akkor is tovább ment. Úgyhogy ez igen jó megoldás, te. Derrick Henry mögött soha. Soha nem volt ilyen jó. Hát még amikor DeMarco Murray-vel volt, ugye, de akkor Derrick Henry volt a csere. Most a Spears tud annyit, mint a DeMarco Murray? Hát méretileg nem, de amúgy meg lehet amúgy. Hogy már nyomják, egy-kettő punch mehet. Nagyon jó húzás, hogyha csak azt nézem, hogy érték. A hiányposztokat azt most inkább zárójelbe teszem, ugye? De hát itt nem arról szól a harmadik körbe. Meg kell oldani veteránokkal. Spearshez hozzákerül a labda, csuda dolgokat csinál. Ezeket szeretik arrafelé. Jó lesz. 19. volt a Tampa Bay, Yaya Diabit választotta ki a Louisville-ből. Igazi szuperatlétának számít Diaby. Ugye Abdullával nyomták keményen a két szélről, mind a kettő szélvész, csak Diabinak teste is van. Kicsit kevesebb esze van. Junior College-ba járt, onnan hívta el a Louisville. Nagyon gyors, nagyon fordulékony, nagyon robbanékony, nagyon hosszú karja van, de csak egy év komoly produkciója volt, az is a 21-es szezonban. 22-ben se volt rossz, de hát ott egyértelműen második számú pass rusher volt a csapatában. Tehát 263 fontot tud úgy mozgatni, mint mások, 241-et se. Úgyhogy brutál, kiemelkedő atletikussággal bír. És hát ellentétben a DJ Johnsonnal, ugye, vagy nem mondok mást, azért neki az eredményei is megvannak már valamelyest, és hát komolyabb képzést kapott. Ez hát van, aki mellett szól, van, aki ellene szól, hogy már foglalkoztak azért vele, de tudja hasznosítani, tehát van róla a felvétel, hogy fejlődik a csávó. És emellett meg hát olyanokat tud bemutatni a Excel táblában, mint atletikussági mért eredmények, amelyeket azért nehéz másolni.
Úgyhogy ez egy jó húzás, ugye Tampa Bay-nél hát Trajan Soyinka nem nagyon robbant be, kihívás lesz neki szerintem, hogy a Diabit maga mögött tartsa, hogyha valami kis ész költözik még a játékába, meg tervszerűség, Berett meg előbb-utóbb is kiöregszik, szóval. Érthető, mit szeretne a Buccaneers? Ez is egy olyan megoldás, ami egy-két évre előre gondolkodva is megállja a helyét. Denver Broncos nem hagyta meg a Ravensnek Riley Moss-t, pedig milyen jó lett volna a ritka, mint a fehér corner mondásnak az alanya a hollóknál. Fehér vadló, az, hát azért az van. Riley Moss is az most már cornerback, Iowa. Két probléma van vele, cornerback poszt, annyi, hogy rövid a karja, így ezért bizonyos játékszituációkban nyilván hátrányba lesz. Illetve hát, fizikálisan verhető, tehát azért nem a legnagyobb gyerekről van szó, hogyha szembe találkozik olykor valami vasgyúróval, akkor azért olykor lehet, hogy rákerül a pószterre. De egyébként másban nehezen verhető Riley Moss. Tehát neki tovább is cornerback a posztja. Nem kell máshova helyezgetni. Iowában ugye erősen zónázó rendszerben dolgozott. Gondolom, itt a Denvernél sem lesz másképpen, de lényeg az atletikusságban ott van az élmezőnyben, agilitása az egekben van, ugye ő sprinter is volt, többfajta atletikai számban indult még aránylag magas szinten, tehát a sebessége is megvan, fordulékonysága is, rutinja az egekben, 100 éve kezdő, ahol már mindent látott, és az sokat jelent, jó helyezkedik, tudja, hogy hova kell jönni a labdának. Jól tud ugrálni ott a területek között, hogy éppen nagy eséllyel kit kell majd levédenie. Tud zárkózni, ha esetleg kicsit odébb ment a gyerek. Nem könnyen szakad el tőle. Úgyhogy egy jó cornerről van szó. A játéka az, mondom, szinte hibátlan volt, de hát azzal azért nem lehet mit csinálni, hogyha valójának kisebbnek számítasz. Nem alacsony, tehát azért a magassága megvan, de hát egész egyszerűen, hogyha próbálna ráakaszkodni az emberre, az nem biztos, hogy mindig sikerülni fog. Tehát alánynak könnyen el tudja tartani magától az elkapó. Meg hát emiatt néha futásnál nyilván súlytalannak számít. De hát ezek itt a harmadik körben már elhanyagolható problémák, mindenkivel van valami probléma. Neki meg ennyi, és a játék intelligenciája megvan, a rendszerbe szerintem jól fog illeszkedni, úgyhogy én kezdő potenciált is látok benne, hogy valamelyik szélen feltűnjön. Hogyha belül akarják használni, az ott kicsit izgalmasabbnak hangzana, nem erőltetném. Inkább megnézzük a szélen, hogy akkor ott mire vagy képes. Nyilván nem fogja a szörtént kiszorítani. De hát, hogyha jön a bogár, és be kell mennie a Mossnak, annyira nem izgulnék, mert a kis padról, akik bejönnek, általában kevésbé rátermettek. Úgyhogy a Denver jó megoldás, boldog vagyok tőle, hogy egy harmadik körben el tudtak vinni egy Riley Moss-t, aki ezzel hát hosszú évtizedek után történelmet ír. 2001-be, 2002-be vonult vissza az utolsó fehér corner. Úgyhogy most akkor itt van Moss. Szerintem jól fog játszani. De hát neki nem ezért kell szurkolni neki nyilván, neki nem szarja le, hanem az a lényeg, hogy jó játékos, ugye. És kiri a tömegből, emiatt azért biztos van, aki leírja, hogy jó, hát ilyen manusok nem szoktak kornert játszani, de egyébként meg a felvétellel nem tudsz vitatkozni. Ugye amellett, hogy a Denver csak Iowa-ból elvitt az Ojemudijét néhány éve, érted, aztán hát nevetségesen rossz volt az Iowa-ban. Ahhoz képest, amit a Riley Moss csinál. Szóval, tehetség utat tör magának. Jó lesz Riley a szélem. Miami, A-Chain. Na hát, fiúk, hát erre vártak egész idő alatt. Ennél a Dolphinsnál. Elindult a draft szezon, véget ért a bajnokság. Na fiúk, pikkjeink, mik vannak? Nem igen van. Az a kevéssel, ami van, mit tudnánk csinálni. Amíg elvinnénk ezt az A-Chain gyereket, az jó lenne. Így megtörtént a beszélgetés januárban. Február, március. Telik, múlik az idő. Április. Mi lesz, gyerekek? Találunk valamit. Van már pikkünk? Nincs. Erősíteni kéne. Hát azért nem általán jönne valami.
De a Léchényt elvinnénk a harmadik körbe, az jó lenne. Hát az jó lenne. Álmodoznak egyik napról a másikra. Mi legyen a terv? Hát az A-terv az az, hogy az Léchén az jöjjön. És megjött halott. 3/21-re bennmaradt nekik. Őrület. Léchén, Texas A&M running back. Mit kell róla tudni? Gyors. Jó. Más? Más nem kell tudni. Dolphinsba? Van ilyen. Kell ilyen? Kell milyen? Kell. Vagy a Mostert, te is gyors vagy, meg Jeff Wilson. Hát játszottatok a Niners-be, azért segít, de... Majd az A-Chain 4.34-et ment. Eleget tudunk. McDaniel edző. Tudja használni maga ezeket a gyors gyerekeket? Néha. Megnézzük majd, mire vagy képes. Kifutópályát kialakítják, aztán akkor mennyi gyorsan. Végig az egész pályán. Erről szól a Dolphins. Egy playből TD. Erre van kialakítva a keret. Ebbe bele illik A-Chain. Egyéb játékszituációkban nem szívesen használod, de nincs egyéb játékszituáció. Tehát, hogyha az van, akkor majd eldobálja tangó. Aztán kész. Tehát kiegészítő vagy. Néha hozzád kerül a labda, olyan lesz a play. Kiérsz a szélre, előtted senki. Hát akkor szedjed a lábadat. Erre a legalkalmasabb játékos A-Chain. Úgyhogy a helyén jött, harmadik körbe, bőven jó, bőven belefér, és kevés labda érintésre számítok egyébként. Nem tudom a passzjátékban mennyire vonják be, mert hát telített a szoba, hogy többiek is kívánják a labdát, de abban a néhányban, amikor nála lesz, hatással lesz a meccsre. Lehet, hogy az 10 darab snap, 10 darab érintés egy mérkőzésen, de mozog a lánc. Vagy nem mozog, mert TD. Szóval itt egy ilyen home run veszély megjött. Ha van csapat, amelyikről az A-Chain álmodozott, hogy milyen jó lenne náluk játszani, hát az a Dolphins lenne. És akkor itt a Dolphins elvitte őt. Hát fiú, boruljatok össze. Ez most összejött nektek. Chargers, Diane Henley. Washington State, korábban Nevada, linebacker, korábban wide receiver. Na, sok információ. Henley talán az egyik utolsó, olyan, nem az, még vannak bőven, olyan linebackerek, akiben benne van a kezdő potenciál, de nem az az all-down játékos, hanem hát ilyen kiegészítő linebacker. Hát figyelj, vannak playek, amikor egy linebacker van a pályán, az nem ő lesz. Hogyha kettő, hát akkor ott az egyik az lehető, mondjuk. Az jutott eszembe, hogy ugye a Ramsnél, amikor még ott volt Staley, talán arra az év volt az, amikor a Corey Littletonnak volt egy kiemelkedő szezonja, 2019 vagy 8, és akkor a... Hát ott nagyon jó volt coverage-ben, mindenben, minden mérkőzésen, és azóta hát volt neki 5 csapat, ami egyiben rossz volt. Ez a Henley is nagyjából, tehát ő is ilyen, hogy coverage-be csodálatos, hiszen megvan a wide receiver múltja, a mozgékonysága, sejti, hova megy az elkapó ott a környékén, és akkor a linebacker szakmát még tanulja, de megvan hozzá az atletikussága, hogy versenyre kelljen a szembejövőkkel. Nem annyira fizikális a stílusa, abban lehetne fejlődni, meg hát ahhoz képest, hogy elkapó volt, annyira nem ragadt hozzá a labda, de hát most az tök mindegy, linebackernél nem várjuk el, megcsináljon 5 interception-t egy meccsen. Szóval itt, akik elérhetőek, hát vannak benne szerintem jobb linebackerek, de hát hogyha csak így szerepkörre, pozícióra akarsz vinni, arra a Henley teljesen megfelelő. Úgyhogy ezzel nem nagyon lehet kötekedni. Kendricks és Kenneth Murray a kezdőcsapatban, akik be vannak írva tollal, de hát régóta tart már Murraynek a viszontagsága a futballpályán, hogy nem látja a labdát, ugye? Henley ilyen szempontból azért egy megugorható feladatot kap, hogy előzzön erre az évre, de ha nem, jövőre lejár a szerződése a Murraynek, aztán mehet a picsába. Tehát most akkor onnan már lesz egy játékosuk, aki megtanulta a rendszert, forból jön, hogyha nem találnak valami veterán, de jövőre is kell majd még igazolni a Chargers-en, mert a Kendricks eléggé kifele megy a ligából. Minden esetre Staleynek megkopott már a renoméja, hogy ilyen nagy defense guru lenne,
annyira azért nem jönnek az eredmények, de hát hogyha úgy vesszük, hogy akkor itt van ez a csávó, kezdjél vele valamit, elvileg ebbe a rendszerbe be kellene tudni illeszteni aránylag hamar. Úgyhogy ez egy jó megoldás. Sok ilyen játékos van itt a harmadik körben, aki posztváltás után új környezetében még nem sok akciót látott. Henley is ilyen, de ahhoz képest meg voltak az eredményei. Úgyhogy el tudom fogadni, hogyha látnak benne lehetséges leendő kezdőt. Baltimore is linebackert választott, most kimegy egymás után jó sok. Trent Simpson lett az emberük, és akárhányszor szóba került Trent Simpson, beszélni akartam róla, hogy a Clemsonban nem ő a legjobb linebacker, hanem ott volt ugye Jeremiah Trotter, az öreg Jeremiah Trotter fia. Ifjabb Trotter nem cornerback lett, ezt nem tudom a Joey Porter hogyan tudja majd megmagyarázni. Trotter Fater MLB volt az Eaglesben, gyerek Trotter MLB a Clemsonban, és ő egy baromi jó játékos. És körülötte volt ez a bolond Trent Simpson, akiről azt hazudták, hogy elit tehetség, de valójában meg nem tudta, hogy merre van a labda őse. Tehát ő itt a helyi Kenneth Murray, helyi Patrick Queen, mind a kettő. Tehát egy rendkívül reaktív linebackernek számít, aki, hogyha látja, hogy hova kell menni, akkor odaér egy szemvillanás alatt, de hát nehezen jön rá. Play action-t beszívja mindig. De alapvetően azért itt közel van ahhoz a fajta játékoshoz, aki safety is, linebacker is, tehát egy alacsonyabb tömegű, alulméretezett gyerek, de hát ő is megy, ahogy csak lehet. Maximális erőbedobással, sebességgel. Sokszor ugye irgalmatlan gyorsasággal távozik a play irányából, mert hát mindig nagyon gyorsan közlekedik, rossz irányba is, és akkor kivonja magát a playből. Sok ilyen van. Nem szerettem nézni a felvételt, mert a Simpsont hype-olták, hogy a következő nagy elsőkörös IC, a Simmons, ez meg azt tököm. Na és amikor ezt hallottam a közvetítésben, mondom, hagyjatok már ezt a gyerekkel, mit akartok tőle. És itt viszont 3/23-ra baromi jó érték. Ugye, mert az adottságai megvannak, fizikuma is egész jó, ki van pattintva, hát alacsony, de megvan az izomzata, linebackernek néz ki igazából, és hát ugye sebesség, azt nem kell mondanom. De hát valójában egy atléta. Jelen pillanatban semmiképpen sem linebacker. A linebacker az a Jack Campbell. Tehát ő linebacker, te egy atléta vagy, Trent. Hasonlítsuk össze, hogy te mit csinálsz. Eszetlenül rohangálsz a pályán. Néha beléd akad a futó. Ez. Na most ezt a fajta játékost bezavarod a Baltimorehoz, ott az jó helyen van. Ott azért nagyon nehéz elveszni a pályán. És ott van ugye tavaly elvitték a Kyle Hamiltont, aki hát szintén így tud tolódni több pozíció között. Simpson is tud, hát erről szól az egész Ravens franchise. Tologatni az embereket több poszton bevethetőek. Simpson is több szerepkörben. Akár blitzelni elzavarnám, abba egész jó egyébként, mert hát robban. Szóval hát univerzális coverage játékosnak nem mondanám, mert ott baj van vele, de hát hogyha valami gógyit találnak a fejében, aztán irányba állítják, akkor nagyon jó lehet. Roquan Smith csapattagja, ő majd elmondja, hogy Trent, te is, hogy hova menjél, mire figyeljél. Lehet, hogy elfelejti, következő playre újra el kell neki mondani, de nagyjából ez a játékos. Amennyiben Patrick Quinnnel valami lesz, esetleg elmegy, vagy lesérül, akkor helyette beállítod, minimális az eltérés. Úgyhogy a Patrick Quinn első körbe ment ki, szóval sokat vártál volna, keveset kaptál, és sokára Trent Simpsontól nem várhatsz olyan sokat harmadik körből, de hát ugyanazt lehozza. Úgyhogy ez jó megoldás Ravens részéről. Minnesota következett volna, de volt egy csere, nem találtam az ellenértéket, és úgy voltam vele, hogy annyira azért nem fontos, hogy kiderítsem, a San Francisco vette át ezt a picket. Jair Brown lett a választott safety. Jaj, Jair Brown. Mit akar a Niners tőle? Meséljétek el. Mert ez a gyerek nagyon-nagyon nehézkes, és egy fejvadász a pályán. Ennyit csinál. Ugye tavaly még nagyot mentek a chicagói gyerekkel a Penn State-ből. Na, mondom, aki tavaly draftoltak, elfejtettem a nevét mindenkinek. És akkor idén ő egy nagyobb felelősséget kapott. Nem játszott rosszul alapvetően, tehát ő Sidney Brown jellegű,
harcos játékos, megy neki mindenkinek, és Junior Kalicsból jött, beleveti magát az akcióba, valószínűleg tetszett neki a Sean Taylor highlights annak idején, és hát amit el tudsz képzelni fizikalitásban, azt ő megadja, hozzá ragad az emberhez, aztán addig rángatja, míg le nem megy, hiába nagyobb nála sokkal. Szóval egy ilyen jó mentalitású gyerek, hát megy mint a gép, de hát figyelj, special teambe tudsz maximum beállni, de hát oda is lassú vagy. Mert a combine az borzasztó volt, akármit mértek nála, gyenge. Egyenes vonalba, oldalirányba, ugrásba, mindenben gyenge. Jair. Ilyen játékos nem megy pályára, vágod. Aki ennyire limitált atlét, azzal mit csináljunk? Beküldjük időgéppel a 2003-as strong safety pozícióba, aztán ott akkor menjél, küzdjél. Fullbacket vedd föl. 2023-ban ez a csávó, ez hogy kerül pályára? Ha bemegy, akkor szívni megy. Érted, a Shanahan ezekre a csávókra szokta felrozolni a play-t, hogy akkor ezt a csávót fogjuk beszopatni. Az ellenfélből. Tehát ő nálatok van, vágod. Edzésen jól megy majd a labda. Szóval az fura nekem. Limitált atlétát top 100-ba semmi pénzért nem vinnék el. Ezen a poszton. A gárdnak elvinném, de a safety-nek azért kell menni, bassza meg. Aránylag nagy területet be kellene játszani. És emellett még megvan neki az elborult elméje, hogy benne van a sárga zászló akármikor. Érted, hogy ráüt a sisakra könnyedén. Miközben meg hát erre a helyre a Hufanga azért megvan. Most a Hufangának a cseréjét hoztad el harmadik körben? Ez marha nagy húzás. El tudod volna vinni a hatodikba is, nem? Arra, hogy akkor üljön a padon, vagy hozol valami veteránt. Ugye a Gibson öreg safety, aki a másik, de hát free safety-nek nyilván a Jair alkalmatlan, hát nem tud menni. Esetleg még ugye a slotba. A slotba vannak ideális rátermett gyerekek. Fiatalok még a csapatba, lehetett volna olyat is választani, Cornell. Úgyhogy ezt most nem magyarázod meg nekem. Még hogyha a Penn State-be állt, a csapat egyik legjobbja is volt, itt az utolsó évben lehet mondani, de hát az már nem számít. Tehát a Big Ten sebességgel elbírt, NFL sebességet felejtsd el. Ez most nem igazán sikerült, Niners. Miközben a nagy riválisok, akik jönnek, szeretnének odaérni a csoport tetejére, konferencia tetejére, jókat húznak ám. Még itt szerencsétlenkedtek a lassú box safety-vel. Én a Hufangától sem voltam annak idején elájulva, mert ő neki nem volt teljesítménye nagyon a USC-be, de legalább tudott mozogni. Ez azért fontosabb. Na mindegy. Kíváncsi vagyok, hova szánják egyáltalán, de most itt egy csere strong safety boxba, hát az nem egy nagy érték. Bezeg a futó. Futót vitt a Jaguars. Hogy nem vitt a San Francisco futót? Az másik. Shanahan. Itt van, ben vannak futók, aztán safety. Bezárták a WC-be, főnököt. Jacksonville, Tank Bigsby. Második Tank, aki kiment. Na, ez egy jó húzásám. Tank nevű, jobb, mint a Snoop Dogg nevű. Egészen kiemelkedő one-two punch kialakul majd az Etienne-nel. Hogy Etienne-t, amilyen helyzetekben nem szívesen tartod a pályán, arra bejön a Bigsby. Bigsby nem árul zsákba macskát. Neki az a neve, hogy tank, ő úgy játszik, mint aki tank. Tekülök között megy, néha megkérdezik, Bigsby nem mész ki a szélre, inkább valami gyors, nem, maradok belül. Auburnben nagyon rossz volt a fal, de szerintem a Bigsby ezt élvezte. Tehát, hogyha jól megvan blokkolva a play, akkor ilyen kiskedvel megy. Hogyha azt látja, hogy már megverték a gárdot, megverték a tekült, a Titan-t helyéről is jön valaki. Na jó, rendben, add a labdát! Csak úgy neki szalad fejjel előre mindenkinek. Ez a fajta játékos tank, hogy amíg nem esett le róla legalább két védő, addig számára nem indul el a futás. Úgyhogy ez rendkívül erőszakos, kezei téglából vannak, tehát oda ne dobjál, de nem is akarod. Itt ilyen fogja dominálni nyilván a labdacipeléseknek a nagy részét, meg a játékidőnek, meg az elkapásoknak, hát azért mégiscsak a Trevor Kával szobatársak. De hogyha az vagy kellene egy yard, és sovány testével fumble-t csinálna az Etienne, mindannyian tudjuk, hogy fumble-t csinálna, akkor bejön a Bigsby, aztán bum, megy. Úgyhogy ez egy jó megoldás. 3/25-re igásló futót megtalálsz, az már bőven elég. Úgyhogy a Jaguars nagyon értenek hozzá. Egy év kellett hozzá, rájöttek, hogy az a Snoop Dogg ez baromság volt, ugye, de majd a Tank.
sokkal inkább running back névnek hangzik. A Tank, mint a Snoop Dogg. Ugye, te milyen poszton lennél jó? 3 per 26, Rams. Rams, Kobe Turner, oh yes, újabb másodosztályú üdvöske, bár már itt a végén a Wake Forest-be játszott. Kobe Turnert nem hívták meg a kombányra, így nem beszéltem róla külön a defensív tackle adásban, csak a végén mondtam el, hogy vissza kell majd térnünk rá, hogyha lement a Pro Day, mert simán harmadik körös lehet, hogyha nincs atletikus limitációja. Ő volt az meg a Devonsa Maxwell, akit így kiemeltem. Hát a Maxwellnek rossz lett a Pro Day. Úgyhogy nem is nagyon keresték. Kobe Turnernek jó lett a Pro Day. Úgyhogy el is vitte a Rams ügyesen 26. helyen harmadik körbe. Érték. Jó helyen van. Abszolút jó meglátás ezen a helyen. Függetlenül attól, hogy nem tudtam beszélni róla, mert nem hívták meg a kombányra. Tehát a kombányon idióták vannak, akiket meghívogatnak. És a Turnernek ott lett volna a helye, mert a Richmond Spidersnél megállíthatatlan belső pass rush-sal jelentkezett. Aaron Donald óta nem láttál annyira domináns belső pass rush-ért, még a Kalijah Kansit se. És miután azt látták, hogy figyelj, a Chavez minden playből átmegy az irányítóra. Igen, nézzük a következő play. Ha most is átment. Oké. Akkor Wake Forest felhívta, hogy ezt nem csinálnád meg nálunk is az első osztályba. De megcsinálnám. És akkor Kobe Turner átigazolt az első osztályba, indul akkor a szezon, indul a mérkőzés, átjutott egyből. Szeg. Jó, következő megint ott van az irányító elő. Hát erre a csávra menjen már rá kettő. Jó, rámegyen, kicselezi, átmegy, ott van nyomás. És akkor ezt néztük így 12 meccsen keresztül. Ami működött a másodosztályban, működött az első osztályban is. Power 5 csapatnál. Úgyhogy Kobe Turner egészen kiemelkedő durva pass rush specialista. Futásnál milyen vagy? Hát semmi, mit érdekel engem a futás? Defensive tackle vagyok. Ja, jó. 6-3 magas, 288 font, azaz kevés, igen, vasággyal, úgyhogy a Kenzie volt 280 vasággyal, tehát annál azért nagyobb. Jó, de rövid a karod, nehezen tudsz ugrani, ez a kombány nem volt annyira hajde jó. Arra volt jó, hogy legalább megmérték, hogy nem 270 vagy, hanem 288. De jól fordult, tehát a streakon eredménye az rendben volt, nekünk annyi kell. Kobi, 40 yardot, azt nem futom le, ja, vagy? Akkor itt, mennyi, 40 yardot egy élet alatt nem futott le, hanem itt elindul a backfieldre, és odaig kell neki menni. Hát mennyire mehet hátra a quarterback? Ah, nagyon nem kell. Viszont hát ahogy kanyarodik, ahogy fordul, azt nem csak a meccsen, azt a Pro Day-en is lehetett látni, hogy csodálatosan le lehetett mérni. Na most itt Los Angeles Rams-ről beszélünk. Tehát Aaron Donald jelen van, nem vonul vissza, de összetalálkozik Kobe Turnerrel. Hát figyelj, én is úgy szoktam focizni, mint te szoktál. Na, tényleg, te is? Nézzük már meg akkor, hogy ez továbbiakban hogy megy. És hát amennyiben Aaron Donald pihen, tehát az meccsenként ugye egy play, amikor ott lehívják, akkor bejön helyette Kobe Turner, és ott nagyon jó lesz abban az egy playbe. Esetleg ezzel felhívja a figyelmet magára, a következő meccsen akár már kettő play. Lehet, hogy jut neki, és akkor abból az egyik az nyomás. Utána szek. Álomszerű, hogy oda került a Ramshez, mert így hát akkor eléggé közelről tudja majd figyelni, hogy a nagy főnök ezt hogyan csinálja. Nyilván ezzel a tudással, ezzel a háttérrel nem volt realitás annak, hogy ő kezdő legyen. Még hogyha csodálatos is volt, tehát mondom Peszrásban, a Kenzie után a második legjobb a defensív tekülök közül. De mégsem volt realitása, hogy ő kezdő legyen, és ha már valahol rotációsnak, cserének kell lenni, hát akkor Ramsbe legyen, ugye, hát, hogy adja magát. Úgyhogy ez egy csodálatos párosítás. Örülök neki, hogy a Ramsnél ilyen éles szeműek, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy a kombányra milyen balfékeket hívnak meg, mert hiába másodosztályú produkció, utána volt élvonalbeli produkció is ugyanolyan szintű. Úgyhogy jó meglátás ez megint csak a Kobe Turnertől. Na most Rams végül is talált egy olyan játékos, aki nem a kezdőbe jön. Ugye, mert figyelj, már ezen a poszton pont van egy emberünk, úgyhogy te nem leszel kezdő, hogy már padra tudunk igazolni büszkén. Nem annyira tetszett a Dallasnak a pikje, már megint itt vagyunk, Dallas. Jó, hát nagyon sok rosszat mondhatok a Cowboysról. Na de hát aztán az UDFA igazolásoknál. Mégis megnyerik a draftot majd. Szóval most, figyelj, szerinted jó volt a Cowboys?
Szerintem nem annyira, de a végén megegyezünk abban, hogy megnyertik a draftot, mit érdekel, hogy az Overshawn-nal mit akarnak. DeMarvion Overshawn, Texas linebacker, apró méretű, 230 font alatt, hát az mondjuk már, most már méretnek számít. Hú, mit szeretnétek tőle? Keanu Neal, jellegű játékos, mennyit tett hozzá Keanu Neal? Itt az utolsó években semennyit. Akik vannak off-ball linebackerek a Cowboysba, mindegyiket sokkal hamarabb küldeném pályára, mint az Overshawn-t. Nyilván van a Vendőres. Vendőres kezdő. Adtak neki új szerződést, jó, fölösleges beszélni róla. De ott van Jabril Cox. Ott van Damon Clark. Aránylag kevés játékidővel, szinte mindig inaktívak voltak a mérkőzésen, vagy sérült. De hát, hogyha kérdeznének, hogy akkor ki menjen be, 100-ból 100-szor azt mondanám, hogy a Cox menjen be, vagy a Damon Clark. Mind a kettő jobb prospekt volt az Overshawn-nál. Az Overshawn még itt az utolsó évében a Texasban talán valamennyit fejlődött, de hát előtte mint a csikket elnyomták állandóan. Nem úgy van, hogy néha felborult, minden playbe vesztett, amikor futás volt. Coverage-ben hát lehet, hogy a csávó mellett marad, de hát tök mindegy, tehát mozgott a labda így is úgy is. Szóval valamilyen coverage linebackert akarnak tőle kérni, valószínűleg itt is vannak jobbak. Damon Clark is az, Jabril Cox is az. Atletikusságban összehasonlíthatóak. Nincs nagy különbség. Azt meg ne is mondjam, hogy olykor a Micah Parsons nevű visszalép off-ball linebackernek, aztán akkor megint csak nincs játékidő, bassza meg. Harmadik körbe, depth chart aljára lövöm én be. Ha meg jobbnak gondolják, mint a Clarkot vagy a Cox-ot, aztán beküldik, az azt nem veszítenek. De hát ez nem újdonság, érted, mert hát vittek már harmadik körben játékosokat, Nation Wright-ot ugye, Mukwamu, meg a Kelvin Joseph, tehát itt a második nap szoktak ilyeneket bevinni, akik szerintük jó lesz, aztán a pályán meg szív. Tehát ebbe beleillik az Overshawn. Nem volt ez jó. Főleg azok után, hogy mi jön ezután. Én nem igazán kamáztam ezt az Overshawn gyereket, megmondom neked, túlértékelt volt, tehát aztán hype-olták őt, és minden rohadás Texas meccsen, hogy a defense-nek a főnöke. Ja, mibe? Hova menjenek a meccs után? Lehet, hogy abba. De hát most figyelj, hajlandó vagyok ettől így eltekinteni, aztán mondjuk azt, hogy 3/27-re Hunter Lupkit választott a Cowboys. És akkor megnyerték a draftot. Mert egyébként náluk van, spoiler, elvitték, UDFA-ként. Hogy tudta ezt a másik 31 csapat engedni? Overshawn, fullbacknek is rossz lenne. Hagyjuk őt békén szerintem. Nem ezen múlik megnyeri a Cowboys, vagy nem. San Francisco-nak a Jair Brown pickjével ugyanott vannak, érted, hogy nem erősödtek az esélyek az NFC bajnoki címre. Mert ugye a Buffalo jött utána a Dorian Williams-szel. Azt magyarázzátok el nekem, hogy a tökönben van az, hogy a Dorian Williams elvileg értéktelenebb, mint az Overshawn. Lehet, hogy ott a Micimackó háza után lakik kettővel a Tulane-ben, nem a Texas Longhorns-ba játszott, de hát akkor is hallod. Hát ez a csáv, ez jobb sokkal. Bills vitte, azt mondtam. Sírója olyan, mint a Tremaine Edmunds, de játéka nem annyira. Jobban olvas, mint a Tremaine. Tud mozogni Dorian Williams. Nagyon gyors, kondorkesejű, széttárja a karját, hát csak arra tud menni a labda. És vannak eredményei, vágod. Még hogyha nem is volt olyan marha bonyolult a rendszer, ő is azért olykor reaktív linebackernek tűnt, de annak meg jó volt. Tehát aránylag gyorsan felfedezi, hogy merre van a labda, nem ugrik be a play actionre, a futónál van odaér, elkapásra próbál besegíteni, hogyha a zónájában van nagy zóna, nagy terület, levédi. Én úgy látom, hogy neki van játék intelligenciája jobban, megvan a rutinja is, sokat volt a pályán. Nyilván gyengébb ellenfelek, de hát most itt már ez kukacoskodás. És egymás mellé rakom ezeket a felvételeket. Hát egyértelműen a Williams volt a legjobb. Nálam a második legjobb linebacker konkrétan. Maput nem számolom, de a Jack Campbell után Williams vittem volna. És ugye Billsnél szóba került a Campbell első körbe, de csak már kiment. Harmadikban a Williams, hát ezzel borzasztó jól jártak egyébként. Beteszed a Milánóval, működik a dolog. Edmunds 3 évig azért nem nagyon tudta, hogy most miről szól ez a sport, de vége fele rájött, el is ment ugye drágán,
De a Williams szerintem át tudja menteni ugyanazt a teljesítményt, amit az Edmunds lerakott. Sokkal olcsóbban. Nem olyan magas, tehát nem arról van szó, hogy akkor tényleg minden labda benne akad el, de karhossz az hasonló. És a fürgessége is megvan. Nem neki kell a legjobb játékosnak lenni itt a Bills defense-ben, de egyébként egy rendkívül hasznos katona a linebacker poszton, ahol hát a legfontosabbakat meg kell csinálni. Szerelés ne roncsd el, próbálj meg ott maradni coverage-ben és a tight end mellett legalább. Ezeket megcsinálja, vágott. Szóval nekem ő nagyon tetszett. Nem húzó ember volt a tulénbe. Jó játékokat csinált, playmaker megoldásai voltak, olykor hozzákerült a labda, olykor a backfielden csinált szerelést. Most ilyeneket nem csinál az Overshow. Nem tudom, ezek hogy jönnek ki. De itt főleg itt egymás után egy vicces volt ez a kettő. Pierce-nél szerintem annyira nem szartak be. Jó, kiment az Overshow, most mi lesz? Semmi. Jobb játékost vittek. Chiefs, Vanya Morris. Hú, hát belőle még lehet probléma. Amennyiben bemegy a pályára. Nem tetszett nekem a Vanya Morris. Keveset játszott. Tennessee-be kezdett, átment az Oklahoma-ba, hagyott ki meccseket. Végzősként talán már valami esze volt hozzá, hogy itt most hogyan is lehetne csávó előtt maradni, de ez a Chiefs-ben csodafal van elvileg, hát most egy ilyen szúnyogháló lesz maximum, hogyha Vanya Morris-be megy. És most ugye itt átrendeződés van a right tackle posztján. Hogyha az van, hogy akkor right tackle lesz a Vanya, izgulnék rettentem, mert beszakad a zseb. Ezt a csávot ezt visszanyomják, kérem. Fizikai erőben biztos vagyok benne, hogy visszanyomják. És hát, hogyha működik a búrás, akkor már másra nincs szükség. De hát, hogyha nem az van, hanem atletikuságból tükrözni próbál, abba se valami jó. Nem annyira jó nekem. Nem tetszett a Vanya. Egy right tackle-t játszott, mondom, hát sokáig. 2 évig kezdő itt, 2 évig ott. Rossz teljesítmény volt az övé. Átjáróház. Sokszor ütötték a quarterbacket. Aki amúgy hát eleinte Tennessee-ben mondjuk szobor volt, tehát vonzott a nyomát, meg lassan olvasott, tehát volt ott baj bőven. Nem olyan, mint a Mahomes. Hát az a Mahomes sem mindig dobja el egy másodperc alatt. Izgulnék. Ott van a tavalyról választott Kinnard, ő neki eszembe jutott a neve, mit szólsz, Kentucky. Ha az van, hogy right tackle-ből egy ilyen Maulerbe, hát benne jobban bíznék sokkal, mint a Vanyában. Szóval egy offenzív tekülöket illetően nyilván már nagyon fogynak. Középső körben nem lehet csodát várni. De a projektjátékosok közül talán lett volna olyan, aki jobban tetszik. Vanya helyett inkább hoznék valami veteránt, valami lepattanót, mert én nem bíznék benne, megmondom neked. Főleg egy ilyen Chiefs-nél, amelyiknek elvileg a bajnoki cím a célja. És hát elvileg nem lehet elrontani a Chiefs-nek a csapatát. Jó, hát azért láttunk például, hogy a fal nem működik, akkor azért el lehet rontani a meccset. Potenciális gyenge pontot látok. Aztán lehet, hogy majd még telik múlik az idő, megjön rá a rutin, aztán ráérez. Jelenleg nem érzett rá, tehát most még azon a szinten vagyunk, hogy most nem nagyon vágja, miről van szó. Pedig hát 5 csillagos tehetségként indult. Ezeket szoktam szeretni, akiket beállítanak már korán, megmondták már 18 évesen leendő NFL tekül, jó, csinálják, nézik, tényleg rátermett, ezeket elviszik első körben aztán, mert kiderült, hogy tényleg rátermett. A Vanyát harmadikba viszik, mert nem termett rá. Ő neki nem jöttek be a számításai, iskolát váltott, jobb oldalon volt végig, sok buktatója van. Úgyhogy ő projekt, tehát ő nem a kezdőbe jön. De mivel ő meg van győződve róla, hogy hát ugyanolyan szupersztár, érted, mint a Broderick Jones, meg a Turner Wright, meg a Paris Johnson, hogy a kezdőbe jövök Chiefs-be, én fogom megvédeni a Mahomes. Igazából nem vagyám hajhajreg. Hiába maga biztosságot. Úgyhogy ez nem tetszett megint. Hát utána a Steelers, hát egy jó, egy rossz. Nem a Steelers, a Steelers jó minden. Darnell Washington Steelers, 3/30-ra. Hú, a nagy testű Titan, de ez azt igen. Igen jókat húz a Steelers. Készen állnak. AFC első helyére, pozitív mérlegre. Kíváncsi leszek, mit akarnak a Washingtontól, mert lehet, hogy zavarja a labda. Nem sokat ment felé, ugye? Hatalmas kiterjedésű Titannek 6. falember.
De hát itt, hogyha zavarja a labda, az se baj, mert nem kell neki dobni. Ugye itt van a Freiermuth. Freiermuth megfogja. Tud blokkolni Freiermuth, igazi tight end, ugye Patrick. Na de hát a Darnell Washington még igazibb tight end. Hát ő is blokkol, annyira blokkol, hogy ne is jöjjön labda neki. Érdekes dolog ez. Most mit szeretnének tőle? Mert hát második tight endnek ilyen kell. Azon, hogy nem viszel korán, ugye, de hát Washington már kihagyhatatlan, érted? Egy ekkora mammusz, nem mammusz, hanem mamlasz, vagy mamut. Mamusz az más. Az a lábán van. Szóval itt van egy óriási mamusz. És irgalmatlan gyorsan tud menni. Combine megnyerte majdnem. Azért a Kunc lehet, hogy megnyerte, de amikor hozzáveszünk azt, hogy milyen hosszú karjai vannak, hízna 30 fontot, bemenne falba. Én megmondtam nektek, eljátszana. A centernek milyen vagy. Darnell Washington fiatal, keveset használták Georgiában, nem voltak rászorulva. Dobjunk a Titannek, minek vezetünk sokkal. Ja, jó. Fejlődni kell azért az edge játékosok ellen. Azért nem tökéletes a csávó. Akár pass protectionben olykor, hogyha besegítene, vagy hát futásnál. Kicsiket azokat megöli nyilván, tehát olykor kettőt egyszerre. De hát a nagyobbak ellen azért van, hogy mellé ugrik. De hát egészen csodálatos csomag, amivel bír. Itt, hogy harmadik kör végén elérhető és el lehet vinni. Nyer vele a Steelers nyilván. Mennyit ad hozzá a csapathoz a második számú Titan, az ugye kurva jó kérdés. Tehát a legtöbb csapatban sem ennyit nem ad hozzá, ugye most nyerünk vagy veszítünk. De egyébként Washingtonban benne van az, hogy kinövi magát olyanná, hogy mintha első lenne. Nem olyan, mint a Kyle Pitts azért, vagy a Mark Andrews, tehát nem olyan szinten, hanem hogy találnál olyan csapatot, ahol rosszabbak vannak nála. Egy-két év múlva ennek azért van realitása. Itt meg azért el lesz temetve a Freiermuth mögött. De neki ez nem baj. Eddig is el volt temetve. Második számú Titannek aztán jó volt az neki. De tud játszani nyerő csapatban. Biztos vagyok benne, hogy megtalálja majd a közös hangot Shave bácsival. Kanadában nem tudom, de hát úgyis kirúgják jövőre. És akkor itt már egész jól néz ki ám ez a Steelers. Amennyiben Kenny elengedi a labdát. Hát akárhova megy a labda, jó lesz. És legalább, hogyha ő kapja, akkor nem keverik össze a nézők a Freiermuth-tal, és nem kezdenek fölöslegesen múzolni a közönség közül. Az is nagy előrelépés az előző fiúhoz, Gentryhez képest. Mert most azt veszed, hogy jó, hát második Titan most, akkor mi van? De hát, hogyha azt veszed, hogy a Gentryhez képest mekkora előrelépés, hát akkor azért van különbség. Blokkolásban nem igen van jobb, akit el lehetett volna vinni. És emellett mondom atléta, tehát véletlenül, ha oda kerülne a labda hozzá, begyűröd a pólója alá, nem tudom, akkor hogy szereli a kis szerencsétlen slot corner? Mit csinál vele? Hívja barátait, de hát addigra first down. Úgyhogy itt megint jót választott a Steelers. Eddig 4 választás, ugye jól számolom, és egyiket se hibázták el. Kevés ilyen van, hát a Colts a másik, de Steelers egyelőre tartja a lépést. Gratulálok, fiúk! Nagyon mennek. Nem szokott mindig ilyen jó sikerülni ez a draftolás, de ez most eléggé telibe ment már megint. Arizona. 3/31. Michael Wilson. Cardinalból Cardinals. Hát ez már kaszinó pénzén megy a Cardinals részéről. Belefér nekik egy kis kockáztatás. Mert még, hogyha olyan csapat lenne, amelyiknek azért kell a győzelem, minden egyes dupla vért meg kell küzdeni, akkor ez nem viszi el aránylag korán egy ennyire sérülékeny csávót. Na de hát a Cardinalsnak, amelyiknek idén, hát fiúk, nem nyerünk egyszer se, az is jó, lehet kockáztatni. Hát, ha egészséges marad. Most ez a fajta manus, aki már egyetemen összetörte magát 3-szor, ritkán szokott egészséges maradni, de tegyük fel, hogy akkor igen. Azért lehet vele nyerni, mert jó útvonal futó. A legfontosabb dolog ugye elkapó poszton. Tudod-e merre kell menni, vagy neki szaladsz a védőnek? Ő üresre játsza magát, és van teste hozzá. Nagyon ritka, hogy nem 6 láb magas a gyerek, hanem normális fizikai felépítése van. Van atletikussága. Jó volt neki a szeniorbója. Ott is azért nyerte a párharcait. És a Michael Wilsonnal a világon semmi baj nem volt, amikor a
zöld gyepen kellett szerepelnie. Ez ritkán történt meg, ugye? Tehát az elmúlt három évben alig volt a pályán. 2-3-4 meccsek. Ezeket lehetett nála látni. A Cardinalsnál ez nyilván belefér, kell az elkapó sorba valaki, aki hát nem a fecsegő tipegők közé tartozik, úgyhogy az nagyon jó, főleg, hogyha még a Hopkins-t eladják, akkor még jobban kell. És hogyha vége van ennek a PEC szériának, és most már nem lesz állandóan sérült, akkor meg tudnak vele nyerni, mert tehát olyan feladatokat is megold, amit a többi itt a környéken elérhető alacsony kisgyerek meg nem tudna megoldani. Arra nekik van emberük, köszi. Tehát arra nem kell még egy ilyen többszli gyerek, a szélre azért jó lenne. És hát akkor én szurkolok a Wilsonnak, hogy nyilván ne legyen állandóan sérült, akkor pedig megszolgálhatja ezt a draft pozíciót, annak ellenére, hogy egyetemi performansza az konkrétan nincsen. Tehát, hogy abszolút fekete macskának számít, mert elvétve látták a pálya közepén, közelében. Hát mind a kettőt. Úgyhogy ez jó volt a Kárcnak. Nekik lehet kockáztatni, mert mi van, ha nem jön be semmi? Elmegy a szezon, hát na azt akkor mi van? Még egyszer lesírul a Wilson, lehet, hogy abban nem jön vissza soha. Szomorú lenne, de játékos szempontjából szomorú. A csapatnak belefér momentán. Idén minden belefér a Kárcnak. Szóval ez így jó volt. Azóta kaptam az információt, hogy a Titans-es felcserében kaptak egy jövő évi harmadik kört is. Elnézést kérek, hogy ezt benéztem a Will Levis húzásnál. Így pláne megérte a Cardinalsnak, hogy el tudtak vinni még egy jövő évi picket is, ami nekik meg fontosabb, mint az idei. Úgyhogy jól dolgoznak ilyen szempontból, kicsit az feljebb húzza az értéküket, értékelésüket, meg ez a Wilson húzás is segít rajtuk. Aki jól dolgozik szintén, az összes választás értelmes, az a Bengals, 3/32-re, Jordan Battle-lel folytatódik a névsor, Alabama safety. Én szerintem ő egy kezdő safety az NFL nevű ligában. Sokkal hamarabb mondanám ezt rá, mint a Jair Brownra, soha nem mondanám igazából. De hát kevés ilyen van, aki ott kezdő safety. Mapu, hogyha ő safety, akkor az úgy rendben van, de hát nagyon elfogytak már a lehetőségek, de Jordan Battle jó játékos nagyon. Tehát ott a felvételen nagyon sokáig kell nézni, mert 4 évig játszott, összes snapbe fönn van. Freshmanként azt mondta neki a széjében, hogy öcsi, te akkor kezdő vagy örökre. Jó. És akkor elindítod, végignézed 4 évig, és akkor kezded el írni, hogy melyiket rontott el a betűl. Melyik volt az a play, ahol elrontotta. És akkor ott már kiszáradt a toll, de még nem írtál semmit. Úgyhogy ő egy safety. Ez az egy fontos része a pozíciónak. Csak hát nem egy rakéta. Azért van itt bent 3/32-re, mert felgyorsulni azt nem igen bír. Egy kénytelen ezt jó helyezkedéssel palástolni. Hadd mondjam el, hogy már 20 évesen is ilyen lassú volt, mint most, és akkor is kénytelen volt jó helyezkedéssel palástolni, és ez megtörtént. Egyébként meg arra tévedt valaki, akkor hamarabb ott volt, lepaskolt a labdát előle, szerelést megcsinálja. De hát nem egy ball hawk, nem olyan, mint a Von Bell. Amelyet, hogy a Jesse Bates elment, tehát arról sok híradás jött, de a Von Bell is elment. Szóval 2 safety távozott, inkább a Von Bellnek a pozíciójára érdemes a Battle-hel gondolkodni. Nem lesz olyan labdaprodukciója, mint a Bellnek, aki állandóan akció közelben volt, aztán mindig valahogy hozzá került a labda. Battle nem ilyen, de kevesebb hibával játszik, kevesebbet kockáztat, de hát ennek megvan az előnye is. Tehát az ő háta mögé ember nem megy. Hát bemehet, csak labda nem kerül hozzád, tesó, mert már túlszaladtál kapun. Szóval nekem ő nagyon tetszett a felvételeken. Aztán amikor megjött a kombányra, hát fiú, ez nem valami erős, tehát nincs olyan szám, amiben a liga élmezőnyében lennél, de a felső felébe se. Vannak számok, amiben közepes, de inkább az alsó harmadban van. Az ott baj, de hogyha megfelelő stílussal állunk hozzá, Anarumo az edző, szóval ő nem fogja azt mondani, hogy a fiú az egész pályát bezónázott, tehát ez nem hülye ember, hanem akkor egy apró területet rád bízunk, nem azért, mert hülye vagy, mint a Sidney Brown, hanem mert egész egyszerűen nem olyan gyors a lábad. Azt ő rutinból megcsinálja 100%.
Szóval lehetséges, hogy egy olcsó kezdőt itt megtalált magának a Bengals harmadik kör végén. Mire van szüksége a Bengalsnak? Mostantól kezdve 100 évig olcsó kezdőkre. Mert ugye Burrownak várhatóan 590 milliárdot kell majd fizetni, és amellé nem nagyon férnek be olyan játékosok, akik 1 milliót kérnek. Szóval ez itt egy kiváló csapatépítés, amit a Bengalsnál látunk. Tartják a lépést a Steelers-szel. Talán nem annyira kemény eddig, amiket találnak, de van értelme az összesnek, és harmadik nap meg akár be is előzhetik nagy riválist. Jó húzások, ez itt a lényeg. 3x33 Detroit, Broderick Martin, Western Kentucky. Olyan játékos, hogy nem hívtak meg a Combine-ra, én sem beszéltem róla, de tudom, hogy ki az. Tehát ismertem a nevét, mert láttam, hogy volt All-Star gálán, de úgy ítéltem meg, hogy róla fölösleges beszélnem, mert nem sok mindent lehet elmondani, azon kívül egy nose tackle, és hogy nagy. Az a fajta nose tackle, aki nagy. Erősségeid, Broderick. Ő méret. Méret. Más? Nem igen, van más. Jó. 99 májusi. 6-5 magas. 337 font. Az aránylag nagy, igen. North Alabama-ban kezdett el focizni a másodosztályban. Onnan kimenekítette Western Kentucky élvonalba. 2 évig volt az élvonalban. És neki volt prodéje, csinál gyakorlatokat, de minek? Broderick utolsó lettél ebben a sebességmérésben, a fene. Akkor most kanyarodjál, utolsó lettél ebben is. Fene, ugrás. Hát kicsit ugrasz, Broderick. Számít? Ezzel számít? Nem számít. Mert ő nose. Tehát neki az a dolga, hogy nagy, áll, és akkor megpróbálják megmozdítani, nem bírják megmozdítani. Jó? És akkor te meg, amikor próbálsz előrefele menni, pass rush-ban, jó, hát néha vannak eredményei pass rush-ban Western Kentucky-ban, de azért ne vicceljünk itt. Az NFL-ben is lesznek kisebb gyengék, akik szembe találkoznak vele, nehéz megmozdítani. De az a lényeg, hogy a Alim McNeil-ek lesz a cserejátékos a Detroitnál. Ez egy gyenge nose tackle osztály. Akik jelentkeztek nose tackle-ek, mint például Ika, nem az az igazi, aki elveszi a teret. Aki csak úgy van, aztán egy ház több. Vagy a Marty nem akar több lenni. Ő nem akar flip-flakkokat, nem akar átmenni a backfieldre cselezgetni. Ő boldog attól, hogy ilyen nagy és nehéz megmozdítani, és akkor úgy ölelős foci van. Középen kettőt elvisz. Ennyit szeretnének tőle a Detroitnál is. 3x33-ra korán van nyilván, de hát Lions kész van. Ők beleszarnak a pozíciós értékbe. Jöjjön a nose. És akkor cserenóz jöjjön. A McNeil sokszor elfárad majd, mert ő hajt, érted? A McNeil nagy testű, de azért ő próbál átérni, próbál hozzátenni előrefelé is, és akkor néha akkor le kell hívni. Arra meg bemegy a Martin csak azért, hogy útba legyen. Arra jó, hogy útba legyen. Korán van, megmondom, de hát akik később vannak nóztekülők, egyiket sem vinném igazán szívesen, szóval. Hát mit bánom én? Lions már is megnyerte a draftot, mert elvitték Jack kapitányt. 3x34-re Washington Ricky Stromberg center. Ajjajjaj. Igazi center név, ugye, Stromberg. Ő az új Chase Roulier. Meglepett ez a választás. Nem tudom, hova írtam be, talán 5. körbe, de lehet, hogy 6. Chase Roulier, ugye a kezdő centere a Commandónak. Ő is olyan volt, hogy ilyen semmiből megérkezett a pályára, aztán úgy ott maradt. Mondjuk a Wyomingból, szóval nem olyan nagy név, mint az Arkansas. De hát egyébként ő betonstabil. Most a padon center, kik vannak? Hát az mindegy, ezen a Stromberg lesz. Nagyon érdekes ez a center rangsor, amivel a liga meglepett engem. Tehát a Juice Scruggs-nál én ott letettem a hajamat, hogy őt mit szeretnének tőle. Stromberg jobb nála. Én azt gondolom, neki megvoltak a sikerei. De hát számomra teljesen egyértelműen jobb centerekben vannak. Kettő is, aztán a liga nemet mond rájuk folyamatosan. Valami nem smakkol. Ők azt gondolják, hogy a Stromberg lesz itt, aki esetleg segíthet. Hát igazából a magassága megvan. Akár tudnak gárdot is játszani, a tömege nem igazán, tehát ő center volt eddig. Hogyha olyan
több pozíciós cserének tekintem, aki azt nyomja a kezdőket, hát annak azért miért ne jöjjön el, de hát ezt a csávót, ezt a harmadik nap kellene megtalálni, nem? Értem, hogy harmadik körös kompenzáció, de ez a Commanders is úgy viselkedik, mint aki marha közel van a gyűrűhöz. Aztán már csak, ide cseréket hozunk. De olyat hozol, akiben azért van kezdő potenciál, akkor az nyilván nem rossz, hogy a cserének jön eredetileg, aztán majd kinövi magát, de a Strombergben nem látom azt, hogy itt majd valaha is ott legyen a sztárok között a poszton, de hát a Rullié sincs ott. Csak hát saját testükön megtapasztalták, hogy Rulliét is hátul találták, meg aztán hogy bejött, nem kell azzal annyira sietni Project Centerrel, vagy nem projekt, hanem közel a kezdőhöz, hasonló tudású, mit mondanak róla? Érdekes ez a Stromberg dolog. Nem vittem volna ilyen korán. Vannak centerek, akiket többre értékelek. De benne is el tudom képzelni, hogy talán majd lesz valami. Ugye a centerek közül van, akik ötödik körbe írtam, hogy azokra is azt mondtam, hogy van esély rá, hogy legyen belőle valami. Úgyhogy ők ezt már korábban meglátják, és valamiért ott a két Big Ten-es fiúra meg nincs igény. Ezt nehezen értem meg, de hát vannak ennél rosszabbak is, meg még lesznek is, mint az a Stromberg, de nem nagyon mozgatja majd meg a tűt. Úgyis volt róla szó a center guard adásban, úgyhogy nem szaporítom tovább, nem tudok mit mondani, kérem kapcsolja ki. Cleveland, itt van akkor Siaki Ika, kettővel a Broderick Martin után. Remélem, hogy a Sione Takitakinak lesz a szobatársa. Csak úgy, mint a válogatottnál, akkor itt is. Néha csalódást keltő Ika. Így a felvételekkel, mert hát a teste megvan, hogy ő is ilyen domináns, óriási nosztekű legyen, mint a Broderick Martin, akit nem lehet megmozdítani, de őt meg lehet mozdítani olykor. És az meg úgy zavaró. Ha túl sokat akar, akár futásnál is, akkor kijönnek ilyen gyenge meccsek nála. Voltak kiemelkedő találkozók, hát főleg 21-ben, amikor megindult a hype, az új Vitavea, ugye, ezt gondolta magáról, hogy akkor nem csak, hogy nagy darab és nem lehet megmozdítani, hanem akkor még átér a backfieldre. Most olykor átér a backfieldre, csak cserébe elvesztette azt a portfóliót, hogy ilyen foghatatlan nose tackle lenne. Mert egyébként egy bántóan kicsik is olykor odébb rakják, ami azért baj. Erre kellene ráfeküdni, hogy hatalmas tölgyfa méretű lábait meglegyenek, aztán kész. Tehát többet nem akarnak tőle. Főleg egy Clevelandnél, ahol hát Sean Rogers óta nincs normális nose tackle. Úgyhogy ott remélem, hogy összeszedi magát, és értelmet vernek a fejébe, hogy miről szólna ez a pozíció. Mert egy olyan fajta unikornisok nem nagyon vannak, mint a Vea, aki ilyen nagy darab, aztán mégis tud mozogni. Ika nem tud mozogni, tehát megmérték a kombájnon, hát te lassú vagy, igaz. Szóval ennyi legyen. Egy downos játékos vagy, hát akkor az vagy, de abban jó legyél. Ne az legyen, hogy akkor küzdesz, próbálsz két downossá válni, és akkor elrontod mind a két downt. Hanem abban az egyben akkor legyél jó, aztán kész. Kicsit pihensz, visszamész. Erőnléte az szerintem nem rossz, mert sokat fönn volt a pályán, használták, de hát a Baylornál kicsit sokat kértek tőle, vagy ő akart nagyon sokat, és ebből jönnek ilyen kiemelkedő mérkőzések, amikor nem hiszed el, hogy a csávót hajkurászta az irányítót, és ez úgy nagyon látványos, bekerül a highlightsba, de ez nem sokat ér, hogyha utána meg, érted, fújja ki a levegőt éppen, aztán eltakarítja a gárda fenébe az útból. Mert őt soha nem lenne szabad, hogy eltakarítsák. Úgyhogy ezzel kell dolgozni. Edzői stábban voltak változások, talán majd elmondják neki, hogy mit várnak tőle egész pontosan. Ha azt várják tőle, mint a Baylornál, hogy csináljon mindent, az baj, az nem szabad. De hogyha csak egyszerűen annyi, hogy akkor maradjál ott, áld el a helyet. Kevés ilyen manus van, aki erre alkalmas lenne, ő az lenne. Úgyhogy ez lenne itt a feladat. A következő kicker. Itt az idő. Kicker. San Francisco. Jake Moody. Michigannek a kickere. Úgy sajnálom ezeket a játékos megfigyelőket, hallod. Átérzem.
hogy egész évben dolgoznak, 0-24 járják a kis területet, amit be van osztva nekik, területi scout, vezető scout, középvezető, gyűjtik az információkat, szedik fel interjúkat, játékosokkal beszélnek, anyja neve, minden, és akkor egyszer csak azt mondja a John Lynch, hogy na figyelj meg, kikket hozzunk már. Nagyon értékelem fiúk, mindenki elvégezte a feladatát, jó volt. Itt van Jair, jönnek a kicker. Harmadik körbe kicker. Az előbb a Cleveland választott, úgyhogy nem tudom, megtanultuk-e a Yorktól tavaly elegendőt, hogy érdemes a kickert draftolni. Aránylag korán elvitték a Yorkot tavaly, de a Moodyt meg még hamarabb elvitték. Mit kell tudni a kickerről? Kicker scouting. Semmit nem lehet tudni. Oké. Tavaly elmondtam, elmondjam megint. Nincs olyan adat, ami segítene abban, hogy kiderítsük azt, hogy melyik kicker lesz jó. Nincs olyan. Mert a kicker az le tudod mérni, hogy fizikálisan alkalmas-e rá, hogy messziről be tudod rúgni, kickoffot el tudod rúgni touchbackre? Igen. Fizikálisan alkalmas vagy rá, ilyenből van 100. De ugye kicker fejben dől el, hogy most alkalmas vagy nem. Azt nem tud tesztelni. Eddig alkalmas volt, de hát ezután megy az élet tovább. Ki tudja, mi jár a fejébe. Mellé rúgja. Kirúgják. Elmegy máshova. Ott is mellé rúgja. Elmegy harmadik helyre, ott meg berúg mindent. Na, akkor jó volt a scouting. Ez van a kickereknél. Jake Moody. Jó rúgott. 50 pluszról hogy rúgsz? 50 pluszról kérlek 8 próbálkozás, 4 bement. Tóval néha bemegy, néha nem. Na hát ezt korán el kell vinni akkor. 50 alatt egész jól rúgta. Na. Figyelj, itt a Robbie Gould volt a rúgó, aki hát 50 fölött nem rúgta rá. Hogyha van egy csávó, aki meg a messziről is megpróbálja, az meg elveszi az agresszivitást az edzőből. Most a Shanahanből könnyen kimegy az agresszivitás, mert ő nem tud a game managementtel foglalkozni, miközben playeket hív, úgyhogy ez még visszaüthet még jobban. Amúgy a Zane González most a rúgójuk. Jobb lesz a Moody? Nem biztos. Jó, hát akkor kivágjuk, és akkor mi van? Na, nem, 3x36-ra menjen a kukába. 6-1 magas amúgy, 210 font. Rúgott már hidegbe, mert Michiganbe játszottak. 99 novemberi fiú. Érett gyereknek hangzik. Jó, van, rúgó vagy. Mert ugye az analitika betört a fotballba, hát sok mindenbe segít, ugye? Szinte minden pozícióban. Még a Panthernél is segít, mert ott azért véges körülmény történhet meg. De a kicker scoutingon az se segít, mert ott mentális tényezők vannak. Ezért kickert soha a büdös életbe el nem hoznék. UDFA-k közül valamit vadászok, hát aztán véletlen berúgod, érted, hát akkor jó, akkor megpróbálunk, de egyszer úgyis te is bekerülsz a hullámvölgybe, aztán hozhatunk mást. Nem áldoznék rá draftpicket semmikor. Úgyhogy ez, kicker. 3x37, Las Vegas. Ó, Trey Tucker. Mi? Cincinnati elkapója. Mutatja meg Daniel. Cincinnati elkapó Trey Tucker. De figyelj már, nem a Jalen Scottot akartátok? Tyler Scott, nem? Mi a neve? Tyler? Minden gyerekre azt hiszem, hogy Jalen. Manapságban van mindenki Jalen. Tyler Scott? Akkor legyen ő. Már mindegy, már beküldtük a Tuckert. Ó, basszami. Mi van ennyit Cincinnati elkapó Tucker? Ő a rosszabb? Ő a rosszabb. Pedig ez a Tyler Scott, az jó lett volna, nem? Az jó, jó játékos egyébként. Több pozícióba bevethető, kívül-belül, dinamikusan megy. Hú, te! Aránylag magas is, mi 6-1 magas. Tyler Scott? Te jó lett volna, elhozzuk ide a Raidersbe. És akkor kit húztunk? Trey Tucker. Tracker. És ő nem az? Hát ő alacsony. Alacsonyabb. Produkciója kevesebb van. Főleg a slotba. De figyelj, már visszahordani te tudsz? Hát kicsit. Kicsit visszahordasz. Hát mindegy, beférsz, nem Raidersbe? Jó, nem. Nem fér be. Hova állítom? Kit hívok le? Melyik az a játékos, akire azt mondod, figyelj már te, kicsit pihenjél, bemegy a Tucker. Nem látok ilyet. Hát akkor visszahordulnak? Hordtál vissza? Hát ritkán. Jó. Volt touchdownod, nem egy? Egy volt. Kettő. Én 7. körbe írtam.
hogy ott azért meg lehetne próbálni, hogy azért van már háttere, mint special teamer, néha elszalad, van egy kis sebesség, de nem van valami durva. Csapattársa. Cincinnati-ben Tyler Scott, egy egész jó. Őt talán negyedik körbe írtam, negyedik tetejére, szóval itt már majdnem ott vagyunk. Ott jó lett volna, jó megoldás. Én azt gondolom, hogy lett volna értelme, ott nyomta volna a többieket a Raidersbe. A Tucker gyerek egy tévedés. Ez most nem sikerült, fiúk. De hát mindegy, csak az hibázik, aki dolgozik. Elrontották sajnos a Raidersnél. Nem tudok rájönni. Mi volt az, ami alapján azt mondták, hogy a maradék közül, még csak a Cincinnati elkapók közül sem lehetséges, hogy azt mondta, hogy ő volt a jobb. Azt hitték, hogy kiment már, vagy mi, vagy hogy hívják, ugye? Hagyjuk inkább a Raiders-t. Pedig az előző két, három húzás, az mennyire jó volt. Megint a Niners, ha a Niners, annyi pikjük van már. Baromságok, Cameron Latu, annyi a special teamer. Kicker megvan, jó, figyelj, elrúgja a kirúgást, Moody, hát jó, de utána kicsinálja meg a szerelést, hát a Moody nem bírja megcsinálni. Hozzuk ki a Latut. Latu, special teamer, Alabama, linebacker és tight end. Ritka kombináció, edge játékos, és linebacker és tight end. A tight end biztos. Ninersbe? Ke? Nem. Mi kell? Ezek közül melyik posztra kell ember? Hova állítsunk, Ken? Melyik posztra van a legjobb esélyed bemenni? Hát, igazából egyikbe sincs. Nincs mi? Jó van, akkor mész a special teambe. Jairral meg a Moodyval. Kirúgásnál szereled a csávót. Erről szól a Niners. Hát annyira erős a csapat, de már hova pakoljunk játékot? Nem tudtak bemenni. Special teambe be tudtak menni. Lattunak azt mondták, hogy figyelj, edge posztot nem vagy valami hajde, menj át támadni. Hát tight endként meg aztán végképp, talán még rosszabb. Blokkolni esetleg. Eszetlenül. Hát a fullbacknek akkor bemenjek. Fullbacknek ott van a Juszcsek. Ja, igaz. Nincs más. Nem tudok ki mit kérdezni. Próbál meg blokkolni a pantot. Csak hogyha special team vagy, akkor aktív keretbe kellene lenned. Ott ki kellene találni valami posztot, vagy csak simán mag. Probolon szavazol rá, special teamer. Ha, mit művelnek Ninersnél? Őszintén kérdezem, ezek a kalapból húzzák ki. Bár lehet a Raiders is. Minnesota zárta az első kört. Na hát az így igazi vaddisznót választott, ezt már szeretem. Minnesota magasan zárta le az első három kört. Kijöttem belőle. Mekai Blackmon. Nos, Blackmon alacsony, ugye? Egy kis darab gyerek, de hát összekevered a varacskos disznóval. Úgy megy neki az összes embernek, aki ott létezik. Kiváló mentalitású gyerek, csak kicsi. De rengeteg agresszió szorult belé, és emellett technikás. Atletikussága, hát mondjuk azt, hogy közepes. Azért nyilván ezekkel az óriási gyerekekkel, kondorkesejükkel nem tud versenyezni. Más állatfaj. De nekem nagyon tetszett. Ugye USC vitt el az utolsó évére, de már előtte is kiemelkedően játszott volna, ha nem sérül le állandóan. Amikor végigjátszott a nagy nehezen a szezont, egyszer a Trojansnél, akkor ott nem volt élet. Hát a belét kiszekálta az összes elkapónak, és amikor jött feléjük a labda, hiába magasabb, ő nyer. Vagy kitol a szélre, valahogy ügyesen használja a pályát. Itt ez nem fog megtörténni, mert azért beküldik a slotba, a Vikingsba. Ott azért van hely, hogy tudsz focizni, akár belül akarsz. Hát a Byron Murphy majd mesél neki. Hasonló felépítésű, csak hát a Murphy atléta, mert Blackmon nem annyira. De elfogadható. Abban is ilyen közepes számai vannak, ilyenek vannak a pályán. És hogyha a slotba játszol, akkor meg nem kell 40 yardot lefutnod egy másodperc alatt, mert nem mész addig. És ott a játék intelligencia az fontos, ösztönei megvannak. Flores az edző, szóval ki tudja, mennyi zóna lesz, de tök mindegy, mert neki is megvan már a múltja abban, hogy ezeket a kevésre értékelt többszli kornereket be tudja építeni akár. Úgyhogy jó kezekbe kerül, nagyon tetszett ez a választás. A Vikingstól egy szerintem meghatározó coverage játékos lehet, aki mindig ott sertepertél majd, mint harmadik számú korner. Azt tehát nem szívesen hívod le, mert az öltözőben is példamutató, amit csinál.
apró testét, azt tehát könnyen megsebesíti, ugye, mert nem kíméri magát. De nem csak arról van szó, hogy eszetlenül menne, hanem ő ésszel és fizikálisan játszik, és teljesen a legjobbakat idézi, ami a cornerback munkát illeti. Azért nem lehet belőle egyértelmű NFL kezdőjátékos a nagy tudása ellenére, mert fizikális limitációi vannak, méretbeli limitációi, de ezt próbálja leküzdeni a harcosságával. Ugye én harmadik körbe beírtam a Blackmont, őszintén meglepett, tényleg kiment a harmadik körbe. Szóval itt hasonlóan gondolkodunk a fotballról a Fodesszel. Ez az mester, ez már igen. Úgyhogy ez volt a harmadik kör, az egyik legjobb érték itt a végén ment ki. Gratulálok hozzá. És akkor befejezem mára. Következő adás negyedik körről fog szólni. Mindegyik kör megéri a magáét természetesen, függetlenül attól, hogy ott már kisebb az impact elvileg, de hát ha már elvitték ezeket a játékosokat, akkor mindenki megérdemli maga egy perc hírnevét. Úgyhogy ott találkozunk majd a következőben, ott már jobban kibontakozik, hogy melyik csapatok nem tudnak hibázni egyáltalán. De hát utána meg még jobban megyünk. Egészen az UDFA-kig, amit alig várok, már a legjobb jó játékos oda jutott. Szomorú történet. Köszönöm a figyelmet már a mindenkinek, számítok rátok a folytatásban is. Külön köszönöm azoknak, akik támogatják a csatornát. Nagyon hálás vagyok itt közeledve a nagyon mély holt szezonba. Szerencsére most még van miről beszélni. Úgyhogy gyertek, beszélgessünk majd még róla. Szevasztok!